Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 12 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát ez csak egy bemelegítő jelleggel volt. Ez gondoltam, nem adhatunk egy nagyon lassú, de ez egy remixelt változat volt. Igen, ez nem, egy picit így nem mondom, elkezdődött. Ja, én amúgy nagyon szeretem ráadásul ezt a Snap számot, ezt az I Got The Power, és akkor így... Jó, ott egy remixel indított, na jó. Jó, mondom, egy remix volt. Meg volt, benne volt, csak ez gondoltam, hogy egy remixel indítani a mai napot. De általában olyanok vannak azért, amik nem remixek, tehát megpróbáltam az eredetiket kiírni. Hát lehet, hogy lesz egy kép meglepetés, mert hogy ezeket a CD-ket azért én is kaptam. DJ Otti! De gyerekek, DJ Otti már 6 óra 27-re is tervez még egy számot, és hát innentől kezdve végig. Úgyhogy meglátjuk, nem tudom, mit fog kihagyni, meg mit fogunk leadni, meg 30 dal van kiírva. Nehéz. Tehát baromi nehéz lesz, hát csak mondom, hogy a Snap, ugye ISMC, C-Block, Tupac, hihetetlen, mindenünk van egyébként, ezek nem tudom mik, mert ezek nem azok. Dr. Albántól kezdve, hát minden, Bailando. És a napcsúcsotja a Bailando. És minden más, úgyhogy... Jó lesz ez nagyon. Nagyon rá van a kata, vagy igen. A hallgatók már néztem, ugye már be volt villantva ez a mai retro nap már a hét közepén, és a Facebook oldalunkon hát hihetetlen őrjöngés támadt rögtön. Egymás után jöttek ugye jobbnál jobb ötletek, ki mit szeretne, ki mit hiányolna a mai napból. Mindenképpen lesz hiányérzet. Lesz, elkerülhetetlen. De hát nézd rá az SMS falra, hogy mi van. Életünkben nem volt ennyi SMS reggel 6-kor. 1992 Fortuna, ez pont az az érzés. Nagyon jó. Tehát már megőrülés van. Hála a jó Istennek, úgyhogy van miből szemezgetni, és akkor az van, hogy óránként 3 ilyen csodát fogtok hallani. Ezentúl majd szerintem egy kicsit nyírni fogjuk a mixes verziókat. Jó, maradjunk hát, az eredetinél. Ne kicsit. Akkor nagyon. Hogy mi csoda, hol? Hát, hogy soha életünkben nem volt reggel 6-kor ennyi SMS a falon, még nézd meg, 92 Fortuna, anyám, de jó! És szétrúgtam az oldalát már most reggel meg, hogy nem lesz több mix, csak ez most így a reggelre való tekintettel volt. Nem, igyekszünk nem belefutni mixekbe, előfordulhat egyszer-kétszer. Gyerekek, az alternatív beérkezésem majdnem késéshez. Na, miért? Igen, akartam. Mivel jöttél, bringával? Nem, megint kísérleteztem. Ja. És megint kísérleteztem, 2 perce múlt, hogy ide érjek. Mondtam, hogy most úgy dobom fel a reggeleket, hogy mindig más útvonalra jövök. Ez most egy szokásos útvonalnak az eleje volt. A végén tettem bele egy kurflit. Valahogy kiukadtam a Lánymenyes hídon, de a T-Mobile ház mögött fordultam be egy zsákutcába, és abból kellett visszakanyarodnom, és úgy mentem fel a hídra, aki ismeri a Szerémi út, a T-Mobile ház, az tudja, hogy miről beszélek. Hát időjárás mondott 6 óra 4-kor a kislány, amikor én fölcsűrtem a Lánymenyes hídra, úgyhogy mondtam, hogy ezt lehet, hogy befejezem. Szórakoztató volt a reggel, meg megjött az adrenalin. És a riportás sem kiabált oda, hogy menj inkább biztosra, Balázs! Hagyjuk az alternatív útvonalat. Az igazán szép az lesz, hogyha úgy lesz az alternatív útvonal, hogy nem tudod, hogy vettél fel a hídra, de Buda felé. Igen. Igen. Ja, hát igen. Lánymenyes híd megvan, oké. Okay. De miért vagyok Buda jó, felé? Igen, tüskecsarnok látom, azt nem szabadna látnom, csak a visszapillantóban. Azt írta valaki tegnap, hogy jöjjek csak úgy, hogy mindig jobbra kanyarodok, és már reggel elgondolkoztam az, hogy meg tudnám-e csinálni, csak jobbra kanyarodok. És? Nem. Hát előbb-utóbb megint hazakeveredni. Szabálytalanul jobbra, meg lehet jobbra, csinálni. Jobbra otthon vagyok. Aha. Tehát, hogy mondjuk jobbra kanyarodok, elindulok jobbra. Valahol jobb kis íve jobbra visszafordulok, akkor már ugye szembesávolok, akkor megint megyek, találok egy jobb kanyar. Tehát sok-sok-sok jobb fordulóval egyébként csak szabálytalankodni kéne, de meg lehetne csinálni. Hát szerintem azért sok szép, izgalmas dolog van még a világon. Szerintem ez legyen az utolsó között, a csak jobbra, hát ha beérek. Ha a gyerekek, tegnap beleittem egy romlott körtelébe is, úgyhogy próbálom fokozni az izgalmat. Atya, nem lehet ennyire. Próbálom valahogy az izgalmakat egy kicsit fokozni, mert nem történik semmi. De úgy, direkt? Hogy, hát, hogy volt otthon már egy régi körtelevetek, amit nem akartál kidobni, vagy mi volt az oka? Igen, Diki hát, szólt, hogy ez romlott, és mondtam, mit nekem. Hallod, Diki szólt, hogy itt meg. Riki. Aztán mondta, hogy igazad van. Érted, fahészipantás, vodkaivás a szemmel, de te! Beleittál egy doboz romlott körtelébe. Na várj, de nem, ha a fahészippantás megvolt. Az megvolt. Az meg, férfi volt. Igen, az. Már nem szeretted volna. Fú. Már nem szeretted volna, de azért érted a kényszer. És a hírig nagy úr. Az megcsináltam. Jó volt. Viszont gyerekek, készítsétek a pénztárcátokat Bazsikának szépen. Tessék összerakni a kis fejecskéket, bucsikat. Mert hogy mi a francba fogadtunk.
Abba, hogy én azt mondtam, egy erős játékpénzt tettem arra, hogy lesz még havazás idén. És volt? Ja, jó, hát várjuk talán meg. Ilyen egy olyan hidegfront vasárnap, amiben én beleszimuláltam. Beleszugeráltam már, szimuláltam, mindent beletettem a havazást. Ha aranyos vagy, csak a fogadások úgy zajlanak, hogy miután megtörténik az esemény. Jó, tehát, mit mondtam? Nem azt mondtam, kérem, azt mondtam, tessék készíteni a pénztárcát. Balinak összedobni, félretenni, kikazdálkodni a költségvetésből. Elvenni a, nem tudom, a kajapénzből, lecsipenteni a gyerek elől, érted? Vasárnap jön a hidegfront, lesz szerintem ott egy kicsi havazás. És valahol, mit mond? Plusz valamelyik. Kettőt? Nem, a tizeket mond, csak minusz egy szelet. Dehogy is plusz tizet, nem mond ilyen mínusz hármat. Én úgy éreztem, hogy lesz havazás, bízom hallgatóimban, akik megírják, hogy havat láttak, visszaosztok egy ezres. Csak mondom. Nyugodtan. Rohadék! Figyelj, így a szavai. Egy ezres. Így a szavaid Ferencnek, ez a fogadás ez akkor lesz lecsengetve, igen, amikor majd már mögöttünk lesz a hétvége. Érted? És bizonyító erejű fotót várunk. Jó? Tehát azt, hogy valaki... Nem? És nem zúzmara, meg nem dara, meg igen, nem ilyesmi. Tehát, hogyha mondjuk biztos akarsz menni, és előre akarsz megkapni egy fogadásnak a nyereményed, akkor persze fogadjunk arra, hogy a következő műkorcsolja Európa bajnokságon nem leszek érmes. Én azt mondom, hogy leszek, te azt mondod, hogy nem leszek, már adom a pénzt. Nem, ez a hó, ez szerintem ez két esélyes. Ez tök jó fogadás. Márciusban 16 fokban megtenni, hogy lesz még hó, azért az már nem sanszos, hogy lesz egyébként. Szóval az nincs benne. Na jó, de kell róla fotó, jó? Tehát, hogy ne az jó, legyen, csak persze, beírják, azt hallgatóinkra bízzuk, persze, nem egy ezekben Bali, nálam babaz, ez király vagy. Nem. Tárgyi bizonyítékot kérünk, fotót, de gyerekek, hát most elolvassuk, és az MTI az jó nekünk? Hogy havazott Somogyban, ezt elhisszük? Jó, vagy mert mi van, ha nekem nem fotózza le senki? Akkor szerinted van ember az MTI-nél? Hát az a baj, bárhol híradó, RTL, TV2, egy nyelvcsapás, MTI, bármi. De, csak. Ha híradó mondja, vagy MTI kiadja a hírt, elfogadom. MTI kiadja a hírt, vagy mit tudom, híradó, valamelyik híradó, igen, vagy a közszolgálat. Havazott a Bakonyban. Az jó. Jó. Na, az jó, akkor azt elfogadjuk. Az jó, de nem érint kísérdezget mindenféle ilyen ízével, kókuszreszelékkel, meg zomát festékkel, meg ilyenekkel, érted? Hogy igen, hónak látszunk. Szala írja, itt Fehérváron, mint a havat látnék. Persze, igen. Bali kókám szala most szakad. Számolunk. Szala, vigyázz magadra. Ebbe bíztam, ebbe bíztam, ajándékcsomag lesz a bögrébe valami. Nem lesz, hol tegnap, tudod, mit csináltam? Az év első tetőletekerése volt, innen kimentem. Megnyomt a gombot a gépjárművön, összehaj, még működik. Aztán megint megnyomtad, Hát csak akar... Ezt fölütöttél a kezedbe. Erre tudom. Halló, erre tudok mondani valamit. Mondhatod. Erre tudok mondani valamit. Kinek a kocsiját vitték el tegnap szervizbe? Csak mondom, az enyém. Tényleg? Ezt nyugodtan mondja. Nyugodtan. Mert az enyém az... Miért, mi volt? Az enyém az bruttó 1 millióba kerül, és 15 éves, de működik. Le is ment a tető. Itt kinten állunk a kollégákkal hátul, beszéljük meg a napot Lacival, mi történt. Két ember rongyol, kiérted az épületből, megy oda egy gyönyörű új gépjárműhöz. Látom kulcscsere, látom Balázs gyerekülés, teszi át a másikba. Hát mondom, mi van, újat vettél? Azt mondja, nem, szerviz. Szerviz. Gyári visszahívás, gyerekek, levél, ajánlott levél. Ne hülyes. Németül, angolul, mindenhogy. Legyek szíves visszafáradni a szakszervizbe, mert orvosolnának egy-két észre nem vett hibát. Mondtam, hogy hát, ha már ez így van, akkor még orvosoljunk rajta még egyet-kettőt. Úgyhogy kis erműben behaladt a szervizbe. Ja, mert én is láttam a srácot, aki jött be. Először azt hittem, hogy Herold, mert össze volt tekerve a kezében, egy ilyen hibalista, aztán 3,5 méter hosszú. Akkor az volt az. Igen. De korrektek, hogy szólnak, hogy nincs végre a járműben egy nyérmi, hogy meg kell csinálni. Eddig nem nagyon lassított, de nem dűnt fel, de egyébként nincs rajta. Na hát, úgyhogy ennyi, és gyönyörű napsütés volt. Letekertem a tetőt, és a városban frankiztem, olyan jó volt. De akkor direkt tekerted le, te is nem valami elektromos hiba. Nem, ebben nincs, ez működik, tehát hangsúlyoznám még egyszer, hogy aranyosak vagytok, csak működik a dolog, úgyhogy így, és olyan jó volt, te sütött a nap, hát szóval szuper. De jó. Igen, egyébként tényleg, tehát hogy így nagyon klassz kis idő volt. Én a kulináris élvezeteknek áldoztam tegnap délután, ugyanis olvastam az egyik blogon, Anna jó voltából, utólag is nagyon szépen köszönöm neki, hogy kedden is csütörtökön van egy kis büfé,
egy gyakorlatilag kurd-tibeti büfé, ahol kedden és csütörtökön autentikus tibeti ételeket lehet enni, és ezeket én még nem nagyon kóstoltam meg, úgyhogy abban a megtiszteltetésben is örömben volt része, hogy tegnap megkóstoltam a tingmót és a mommót is. És milyen jók közt, a tingmó? Egyik jobb, mint a másik. És van jakvajas teja is? Jakvajas tejájuk az nem volt, pedig én azt nagyon szeretem. Nagyon én is megkóstoltam, mert megkóstolnám el. Nagyon, nagyon kellemes egyébként, így azt a talibutista templomnál szoktunk mi fogyasztani. Előszeretettel, amikor hozzá tudnak jutni mondjuk eredeti jakvajhoz, de például jakhúsos kajáik vannak. Ez hol van ez a kajának? Azt mondja, hogy a pontos... Megírod. Jó, persze. Majd elmondom egészen pontosan, hogy hol találod meg. Állós vagy leülős? Az egész, leülős is. Azt javaslom, hogy vigyél magaddal a váltóruhát, mert hogy nyilván igen. Ez egy büfé, tehát... Hogy én ezt bírom, kis olajszal, kis... Azzal nincsen gond, de Magyarországon tanuló, illetve Magyarországon élő. Igen, tibeti, egykori tibetiek csinálják a büfét. És marha érdekes egyébként, mert a tulajnak tibeti a felesége, ő pedig kurd, és hát ugye a két nép ugye össze tud így kapcsolódni azon a téren is, hogy mind a kettőnek ugye a szabadságával, meg az önállósággal, meg ilyesmi problémái vannak, az is egyébként a büfének a free kurdisztán. És bementem, és akkor megkóstoltuk ugye, azt mondja, hogy a tingmó, az egy ilyen kenyérféleség, amit gőz alatt készítenek el, a mommo az meg egy ilyen kis töltött tésztaféleség. Aha. És hát mind a kettő marha finom. De nagy pazarság, azért ezt jól érzem, hogy nincs a tibeti konyhában. Ugye? Nem, tehát, nincsen. Hogy nincs igen, arccal a túlélés felé. Nincs, nagyon nincs, igen. Tehát zöldséget nem nagyon tudsz termeszteni, mert a szikla van csak. De körülbelül három jakkal lehet túlélni egy telet. Irgalmatlan adagok vannak, tehát hogy ez tök jó volt, hogy bementél, és akkor rendeltem egy ilyen fafülgombás tésztát, ilyen üvegtésztát, és ahhoz kaptam két akkora a tingmót, mint az állat, alig tudtuk begyűrni, és akkor a mommóból is egy adag, mit tudom én, 6 darab. És hát tök aranyosak, tök kedvesek, és tök ki van rakva, hogy a lámának a képen, mellette egy számomra azonosítatlan kurduri embernek a képe is, tehát hogy összesimulnak így egymással a népek. Nagyon jó kis hely volt. Utána meg átmentünk, hogyha közelben van egy cukrászda, aminek a meglátogatásával, mert régen kacérkodtam, és megkóstoltam ott az úgynevezett nándori szeretet, ami nem más, mint vörösborban áztatott aszalt szilvás zahár piskót a marcipános mascarpone töltelékkel, csoki forgáccsal gazdagon mekintve. Ez már nem kellett sokat sétálni, hiszen... Tegnap is olyanok volt, mint a vadon családot játszottunk. Életünkben nem csináltuk még ilyet. Elmentünk egy ilyen elektronikai áruházba, már nem ezért. Ott akartam menni magamnak egy ilyen kis olvasót, csak nem volt. Ez Viki kitalált, hogy menjünk-e cukráznázni. Este fél nyolc. Tök jó. Teljesen jó. Abszolút. Elmentünk cukrázdázni, és eszembe jutott a Jani, hogy na most echte vadon család vagyunk, bementünk a cukrázdában. 1-8-kor kicsit már söprögettek, már szedték le a tányérokat. Kiválasztottunk magunknak három dolgot, leültünk egy kis asztalhoz, és nagy élvezettel elfogyasztottuk a gyerek, meg mi ketten. És annyira te voltál, vagy annyira titeket láttál, mi ilyet nem nagyon csinálunk, tehát úgy nem nagyon vagyunk édesszájúk, de hogy bementünk. És így zserbó, meg nem voltak olyan nagyon ingyenc dolgok, tehát számodra teljesen közhelyes dolgokat fogyasztottunk, de nagyon eszembe jutottál, hogy na mondom, most ez, most itt egy mellettünk lévő asztalhoz ti is bejöttök, az nagyon, mert tök ugyanolyanak voltunk. Bementünk, kikértünk, rendes pohárba, csapvíz, ahogy kell, tudod. Ettünk egy jót. Aztán kiküldtek. Igen. Mert utolsók voltak. Igazából már zártak volna előtte. Aztán szóltak, hogy elkészült a friss is, ha esetleg. Hát ezt számolna ki. Igen. Na, de azt éppen kidobtuk volna, de hát ha még van vevő, akkor azt megvették. Úgyhogy itt terveztük mi is, vagy ezt csináltuk mi is tegnap. Na jó, ez a cukrászdás élmény. Nagyon jó, nagyon jó. Meg hát az ember mindig időről időre ilyen újdonságokat próbálok ki. Egyébként ez a bizonyos cukrászda nyerte tavaly az év diabetikus tortája címet is, és náluk is egyre inkább ezek a dolgok nyilvánulnak meg. Ugye egyre inkább nyírfacukorra csinálnak mindent, nem répacukorra. Volt például egy olyan tortájuk, ami liszt, laktóz és cukormentes. Gyakorlatilag mindenmentes, egy ilyen paleo süti szelet volt. Jó? Hát nem nézett ki rosszul, de majd legközelebb, mert egyszer mindent végigérni, mert hogy tegnap is 6 félét próbáltunk ki náluk, úgyhogy azért... Na jó van. Gyerekek, zenéljünk akkor, mert hogy retro nap van, ugye ezt ígértük, a következő előadó, csak mondom, hogy egy amerikai jazzzenész volt valamikor, dadogott. Otikám, tedd már bele magad. Nem, de azt már el kéne indítani a zenét, de erre nem lehet rábeszélni, mert ez egyből szöveggel indul, tehát ez úgy kéne, hogy igen, ez kibeszélni. Ő dadogott, megvan, hogy ki ő, és a legnagyobb hátrányából csinálta meg a legnagyobb erényét, ugye? Persze, hogy megvan. 1990-ben ő szegényke meg is hal, de hát a 90-es évek... Drusám. Így van, a 94-95-ös fiatalságunk egyik nagy diszkos lágere volt ez a dal, ami most jön.
Úgyhogy ezzel indulunk, vagy ez már a második dalunk, és aztán még 7 óra előtt szintén elhangzik valami kis finomság. Kapcsolod be a stroboszkópot, rajtad a lámpát. Hújjon a konfett! 1994! Scatman John! Hölgyeim és uraim! Dickmann szevasztok! Dickmann szevasztok, így van, ez a magyar verziója. Na jó van, hát azért ez szerintem bemelegített a retronapot. Igazából. De vajudunk, hogy mit igen, mit nem. Mert 30 dalt írtam ki, és hát itt mondogatom a címeket, mindenkinek mindenről beugrik valami, úgyhogy nehéz, nehéz válogatni. Igen, nekem is mindegyikről beugrik, hogy mit hallgattam vele párhuzamosan. Ja, titokban tudom, hogy a Snow Informer a paplan alatt. Nem lehet, a paplan alatt? Tudom, hogy mikor senki nem látta, levetkőzted a rocker arcodat, fölraktad a kis fülesedet, és a Snow Informerre ízéltél, nem tudom, mit csináltál a paplan alatt, úgyhogy biztos vagyok. Nem, a paplan alatt nem ment, nem ez. A Snow Informerre. Na jó, van, lehet jelentkezni hármasugrásra, jó? És nyugodtan jöhetnek ötletek egyébként még, hogy kinek mi hiányzik. Azért, hogy magyarokat ne küldjetek, külföldiből nekünk van kb. 30, de hát ha még valaki olyat küld, ami nem ugrat, de benne megvan nekünk, vagy kiírtuk magunknak. Magyar lesz majd külön valami. Lehet, egy külön magyar napot tervezünk, persze, hát abban is nagyon jók vagyunk. Úgyhogy most csak 80-as évek vége, 90-es évek eleje, közepe, vége ezek a dalok szólnak nagyjából. Jó, hármas ugrásra még nem lehet jelentkezni, fekete-fehér igen-nemre viszont annál inkább. Hogy állunk? Egy-egy. Egy-egy. Egy-egy, tegnap erős passzív játék volt, de megadtuk, mert hát végül is kibírtuk a... Egy-egy van. Igen, hétfőn nyertem, tegnap nem. Na jó van. Egy nagyon kellemes kis dalocskával jövünk majd a hírek után, meg a játékkal. Fél hét múlt egy perccel jövünk mindjárt. 8 perc, szóval pontosan 7 óra a retro nap, egy újabb gyöngyszemélyhez érkezett Snow Informer. Ő egy kanadai zenész volt egyébként. Igen, nem is volt. Ő egy regi zenész. Megnéztem, még mindig aktív az úriember. 2009-ben még jelent meg neki konkrét albuma. Na, ez volt a legnagyobb slágere. Amiről ugye már nem másoltak ki egyetlen kis lemez sem, de még mindig aktív. Igen. Csak hogy kiben milyen a élményeket ébreszt. A 07-es Ladám ezeket a számokat már Magnó nélkül dúdolta nekem, annyit szólt, benne írja egy hallgató. Dance partit nyomok a kenyeres autóban. Jó a zenei, Mike, a kenyeres írta nekünk. Úristen, most pukkant el az egyik hangszóra a kocsiban a hangerőt. Jött egy másik SMS. Jani már az asztalon táncol? Az asztalon régen. Elbújva. Nagyon jó ezeket a retro számokat, talán sok emléket felidéz. Pekingben hallgatlak titeket, mert ti hoztok egy csipet Magyarországot a napjaimban. Már is nem érzem magam olyan egyedül, írja nekünk egy pekingi hallgatónk. Én most újítottam, bömböl a rádió, és táncolva készítem a teát a gyereknek. Ez nagyon király. Nagyon nem fajtó. Érti ezt az egészet. nem tudja miért. Ennek ez volt a célja. Ezek a zenék önmagában nyilván szörnyűek, de amilyen élményeket felidéz bennünk, ezek már generációs élmények, ami ezt a korszakot, ezt a korosztályt, ezt tulajdonképpen összeköti. Tehát itt egy korosztály találkozik ezen zenék alatt. Akik ugye a 90-es évek elején közepén élték a tinédzser korukat, jártak diszkóba, hát ez... Abszolút. Olyan, mintha feküdnél egy Burnley lányal, és regressziós hipnózisban jönnének elő a fiatalságnak az élmény, meghalasz egy ilyen dalt, abban a pillanatban kapcsolódik hozzá ezer dolog. Igen. Ez az Oti, sokkal jobb fej vagy, mint Balázs. Nagyon jó a zene, írja valaki? Gyerekek, már átlényegültem. A témáknál visszalényegülök, de a zenéknél átlényegülünk, igen. Hát és 7 óra után is egy gyöngyszem jön. Nagyon-nagyon-nagyon fogjátok szeretni. Egy igazi gyöngyszem, óriási trash ő is nyilván, de hát mellette se lehetett elmenni, ha a 90-es évek dance kultúráját nézzük. De lesz majd azért, ami nem dance, tehát egy Stereo MC's vagy egy Tupac is valahova majd azért úgy bebe. Mert egy nagyon mélyebbre már így a hip-hopban nem tudtunk menni, de lesz még egy-két szépség. Na, hogy állunk játékkal? Egy-egy. Itt az ideje, hogy eldöntsük legalábbis, ami a szerdát illeti, valakivel már is játszunk. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, Brigi, halló. Jó reggelt kívánok mindenkinek, Brigi vagyok, sziasztok. Halló, Brigi. Hallgatod a retro zenéken? Igen, 6 óra 10 óta vagyunk fent a családdal, a gyerekeim koránkelők, úgyhogy mi minden nap 6-10-től csatlakozunk hozzátok. Jó, 7 óra után figyeljél, egy igazi gyöngyszem. Egy csemege, 7 óra után megőrülsz, annyira jó lesz. Kivel szeretnél játszani, Brigi?
Ferivel, neki is két mi gyermeke van, fiú és lány, mint nekünk, amúgy meg szabadságra megy, ahogy hallottam, úgyhogy most még élvezzük ki, hogy ő itt van. Szívemből szóltál. De tegnap is ezt élveztük, hogy itt vagyok, meg tegnap előtt is. Szálljatok csak rá, négy nap Szabira megy, szálljatok csak rá. Na most álljunk meg, mert te Szabin voltál nem annyi, mint én, hanem háromszor visszajött, egyet játszottál utána. És azzal, ha be is húztam a hetet, az egy volt. De a témákban otthon vagy, Feri, úgyhogy mindenképpen neked kell játszani vele. Jól van, drágám, szívesen vállalom. Indítjuk az órát, jó? Jani? 3, 2, 1, fire! Igaz, hogy szamárköhögős az egész család? Dehogy, véget a család. Az mi, bárány hívnő? 2-3 hét, hogyne, 2-3 hét a lappangás. A kislányom 3,5 éves, most már második hete van itthon. Nehéz, mi? Hogyne. És képzeld, a dokinak eddig egy ilyen páciense volt, akinek egy pöttye volt csak 3 napig, azután jött a többi. Te és nálatok voltál? Is egy pöcs volt? Nálatok is egy pöcs volt? Mindenképpen. Mindenképpen örökölte, egy pöcs? Örökölte a gyerek. A a bárányhimlőt örökölte? Talán. Hát. Ki tudja? Miért? Te voltál? Szerinted lehet? Én túlestem rajta. Így van. Igazad van, túlestem rajta, de az minden már... Minden gyerek nálad? Volt. Ők is túlestek rajta. Piros pöttyös a gyerek, mind a kettő? Piros. Piros pöttyös, jó van akkor. Van hogy mi... állsz az oltásokkal? Milyen oltattál? Egészségügyi egyben. Szép volt! Jó, ez egy nagy csata volt. Nem ez... Nem, te nem benne voltál, nem hallottad. Azért ment a csapda kerülgetés, visszakérdezés. Ez egy, ennél sokkal rosszabb játékok is voltak. Ez egy nagyon jó játék. Az igaz. Akartam volna mondani, igen, hogyha a tegnapi hölgy nem volt passzív, akkor remélem, hogy én nem voltam passzív. Nem mondtad, Brigi, csak hogy öröm volt hallgatni. Néha azért voltak a kompatibilitási problémák, a kérdések és a válaszok között. Igen, igen. Mindenképpen. Erre céloztam mindenképpen. Kicsit szűköltél, de... Igyekeztem koncentrálni. Éreztük, de ez bőven 7 évig az ország leghallgatottabb helyi rádiójánál dolgoztam, mi ezt úgy játszottuk, hogy sárga, kék, igen, nem, mert sárga, kék volt a rádió színe. És hogy azért gyakoroltam kicsit. Ja, hát na, jól van. Könnyű. Oké, küldjük az ajándékcsomagot, Brigi, szép napot köszi. Nektek, köszi, jó ciao. Reggelt, sziasztok. Hello. 3 perc múlva pontosan, 7 óra jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mi is. 7 óra múlva 11 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Hello. Sziasztok! A lemezjátok mögött DJ Oti. Yeah. Így van, Balázs most nincs itt. Ha üzeni akartok Balázsnak, üzenjetek, tegyétek meg, mi átadjuk majd neki holnap, de már csak DJ Oti van. Ma DJ Oti van ott, igen, itt. És nyugodtan írja meg mindenki, hogy egy-egy adott zenénél éppen hol volt, mit csinált. Mit juttatott eszébe, milyen diszkóba táncolt, hogy hívták azt a diszkót, mi volt a mulatóhely neve, hol volt helyileg, ha Balatonon volt, melyik stégen volt éppen, ha Velencei tónál ott, ha sóstói, nem tudom, nyári táborba, akkor ott. Kivel smároltál, kibe voltál szerelmes, milyen ruha volt rajta. Tehát minden egyes zenéhez ugye jön egy-két élmény. Hát DJ Bobo, ez is ilyen, igen, 95, 96, 97 körül dübörgött ő nagyon. Na, tőle borsozott a hátam. De hát jó, hát neked persze. De volt egy-kettő, ami úgy kellemes élményeket is érezd benne, de DJ Bobo, úristen, ő annyi anti-csávó volt. Igen, úgy nem érezted benne a sztárt, ahogy láttál egy klipben egy ilyen svájci fiatalembert táncolni. A Péket azt éreztem azt benne, nagyon, mert hogy ugye ő abból az irányból jött, de hogy így... És azt sütötte ezért a svájci reknit, és ott elkezdett énekelni, hogy hogy jöhetett neki? Azt mondja, hogy fogorvos volt. Ja nem, a doktorában nem, volt fogorvos. Ő pedig volt. Doktorában, szinkállalúja, felcsendül majd. Természetesen nem mehetünk egy jó szinkállalúja. Az It's My Life, nagyon sokszor adtuk, de egy jó szinkállalúja, anélkül nincs rá tovább, úgyhogy jön a svéd fogorvos is. Ő pék volt, tényleg. Rettenetesen ronda ember volt. Már hogy nyilván most is az. Ilyen nagy óra volt. Igen, kicsi volt, alacsony volt, ilyen nagyon-nagy orral, de hihetetlen jó táncos csajai voltak, és az egyik egyikbe bele is szeretett, és azóta azzal él, vagy gyerekük van, vagy családjuk, nem tudom. De hogy mindig bomba nők táncoltak mögötte, akik 4 fejjel magasabbak voltak. Nagyon sokat volt ő Magyarországon, sőt, még Betty Love-val is csinált egy közös dal. DJ Bobo versus Betty Love. Nem emlékeztek? Érted, ráadásul ott nagyon komoly kompatibilitási problémák vannak, hát Betty Love nagyon szép szál. Menyecske. Úgyhogy hát ez érdekes. Igen, ezért is szerettem amúgy az Arena koncerteket, mert ott volt legalább távolság közt és a közönség között, és az ennek a közönség is nagyon örült. A klub koncerteken nagyon közel volt is. Igen. Felteszitek a Facebookra vagy a weboldalba a ma lejátszott zenék tracklistjét? Abszolút, persze. Ott lesz, aztán utána azt mindenki meg tudja magának szerezni.
Ugye? Csak az kell, hogy a cím meg az előadó, ezt akarjátok, perc, hogy linkeljük is be, nem tudjuk belinkelni. Szerintem csak magát a... aztán rá tudtok keresni. Igazából persze. Azért nincs értelme a dolognak, mert ugye 2014 közepén jönni fog megint a DJ Oti Master Mixer CD, ahogy minden évben. Így van. DJ Oti piacra dob egy CD-t. És feltesszük majd a webshopba, nagyon barátságos áron. Rongyosra keresnéd magad vele, tuti. Én komolyan egyébként mondom tényleg. Egyébként, hogy igen, tehát hogy ez szerintem ez biznisz lenne. Kijönnél egy izével, egy retroborítós, rendes mix CD-vel, ezekkel a nótákkal, mint DJ Oti, az emberek megvennék. Biztos vagyok benne, ezt nem letöltenék, megvennék, mert mindenki azt mondaná, hogy ennek ott kell lennie a polca. DJ Oti legnagyobb válogatásai. Persze, egy 8-10 CD-re valót össze lehetne szedni. DJ Bobó, Balatonkenese, Rózsabokor diszkó. Rózsabokor diszkó, szép volt, írja nekünk egy hallgató. Nagyon jó ez a retro nap, éppen Melóból megyek haza Londonból. Imádlak titeket hallgatni minden reggeli Angliában. Első diszkó jutnak eszembe erről a számról, írja Attila. Lemezboltban dolgoztam a 90-es években Szombathelyen, Ausztriából csempésztük a lemezeket. Tudnék mesélni, írja Szabolcs. Ezres klub, Petőfi híd, Budai híd, úristen, én oda jártam, az Újvár klub mellett volt, az volt a neve, hogy Ezres. Ezres, azt hiszem azért, mert 1000 forint volt a belépő, vagy lehetett olcsó. Nem lehetett egy ezres. Nem, azt hiszem 300 volt, de Ezresnek hívták, ez az Újvár mellett volt a Budai hídfőnél, tényleg hihetetlenül szakadt hely volt, de nagyon-nagyon szerettük. Hát és ott volt ugye az Újvár diszkó, ezt szintén azért ismerhetik sokan. Írja nekünk egy másik hallgató, hogy süt a nap, ordít a rádió, repül az autó, tökéletes így a reggel. Valaki csak annyit írti, betegek vagytok. Hát persze, de ez ezért jó. Lejjebb halkítottam, amikor rágyújtottam az autóban, és lengettem az ablakot a piros lámpánál. Micsoda, hogy lejjebb halkított, amikor rágyújtott? Nem merte felvállalni egy ilyen zenét? Igen, a Csepeli Héven sokan komoran duzzognak, de azok, akik titeket hallgatnak, vigyorogva bólogatnak. Vidám már teszitek a reggelt, írja Emi. A babám táncol a hasamban, Szofi küldte nekünk. 6 évesen hallottam utoljára ezt a számot, de úgy belégett a tudatalattimba, hogy valamiért még most is tudom a szövegét. Hát nem bonyolult a szövege. Talán ez. Igen, nagyon jó, a zene széles mosoly az arcom, igazi kopogós diszkozene, írja Kata. Jó, tényleg egy-két emléket csak, hogy ki hol mit csinált ezekben az időben, jó? Tehát a Balatonkenesei Rózsabokor diszkó az ebben benne van egy életérzés. Ebben benne van minden, ami megtörténhetett igazából. Total Dance Fesztiválok, emlékeztek a Total Dance Fesztiválokra? Én ott voltam műsorvezető még. Brooklyn Bounce, DJ Bobo, BS-be volt. Akkor még Total Dance Fesztivál, 97, 10 000 ember, és ott kellett konferálni. Zsú, Filip, én konferáltuk a Total Dance Fesztivál. És hogy nyomtad nagy elánnal? És most következik! Fekete zakó, aha, szörnyű, 3 számmal nagyobb, fehér hosszú galér kirakva a zakóra. Megvan az? Most megint divat. Ugye akkor nagyon ment ez, amikor a belső gallért kihajtottad a külső gallérra, és ilyen hosszított, ilyen fekete Jézus Isten, találtam valamikor fényképeket, úgy mentem ki konferálni, 4 száma nagyobb nadrág, ami hosszú volt, rá is léptem, lejárt, letaposott fekete cipő. Hát szerinted hogy néztem ki? Döbbenet. De lendület volt, nyomtad? Ó, lendület, aha, persze, nem tököltünk, kimentünk 10 000 ember elé, ordítottunk keményen. Az nagyon-nagyon-nagyon szép volt. Valami Bravo díját adó és Total Dance Fesztivál, akkor az egyben volt, igen. Balatonszárszói Kristálydiszkó a 7-es út. Jaj, de jó. 93-tól 98-ig minden nyáron, király, írja nekünk Ati, igen. Globe Disco, tessék, azt én nem tudja, ezeket nem ismeritek. Hát, Globe Disco, úgy értem, hogy voltatok? Városligetben volt a Globe Disco, persze, hát ezek nagyon. Jó, hát nekem messzebbre kell egy picit visszanyúlnom, de hogy én még a Csillagfény, Holfény diszkókig vissza tudok nyúlni a Pecsában. Igen, ezek nagyon, nagyon jók voltak. Na jó van, találtam valamit, ami lehet, hogy kicsit segít megkönnyíteni a reggel. Mire jöttél rá? Mi az? A játékra. Hoho, vissza kell hallgatnunk? Challenge-et kértek a hallgatói? Bizony. Fekete Férigen nem néz, Sólyom Szemet kikérték? Bizony. Akkor már csak 2 challenge-ünk maradt erre a hétre. Nem, ez az övéké. Ők kérték ki? Igen, nekünk semmi közünk, ők kérték ki. Mert mi nem vettük észre. Ki. Tehát mi simán nem vettük észre, ez az ő challenge-ünk. Igen. Valamit elmulasztottunk? Bizony. Mutasd bizony. Csak, mit? Szamárka Hőgős az egész család. Dehogy, véget a család. Az mi, ott volt. Igen, mert 2-3 hét. Hát én azt úgyének hallottam. Még egyszer? Ugye, mert az 2-3 hét. Mutasd. Szamárka Hőgős az egész család. Dehogy. Véget a család.
Az mi, ennek két-három hét. Ugye ennek? Ez nem igen. Hát megírt, nem én találtam ki. Gyerekek. A hallgatók megírták, Anna meg. Gyerekek, az ugye? Ugye ennek? Igen, hát ennek két-három ugye, hét. Ugye ennek, figyelj. Ahogy is, nem lehet, ezt nem mond az ember ugyét. Figyelj. Szamár köhögős az egész család. Dehogy. Véget a család. Az mi, igen, mert két-három hét. Igen, mert két-három hét. Ez ugye? Gyerekek, ez ugye? Hát jó, van egy ugye, egy igen. János. Igye. Ugye ennek. Ugyen. Azt mondta, hogy ugyen. De mit hallasz? Figyelj, az a durva, hogy én nem hallok semmit. Nem áll. Hát valamit csak hallok. Figyelj, ott van. Hogy, na, figyelj, még. Most ez csak neked, Jani. Senki más ne hallgassa, csak én. Szamár köhögős az egész család. Dehogy. Véget a család. Az mi, ugye ennek két-három hét. Ugye ennek két-három hét. Igen, ennek két-három hét. Nagyon kell az a rohadt pont. Minden én is mindent megtennék. Minden én is mindent megtennék. Én nem szóltam egy szót se, én odaadtam a pontot. Figyelj, a hallgatók kezdték el megírni semmi ezt. Semmi gond nincs, hát erre az egyjátékra be tudsz ugrani holnap még. Mindenféleképpen visszajövök. Igen. Jó, akkor felejtsük el, hallgatóé a pont. Túl van tárgyalva. Ugye, szerintem ez ugye. Ez igen volt, de legyen. Legyen a hallgatóé. Valaki azt írja, hogy ennek. Ugye ennek, ez az volt. Na, hát ez nem lehet ugye. Na, egy utoljára, csak most komolyan figyelj. Figyelj. Szamár köhögős az egész család. Dehogy. Véget a család. Az ugye mi, ennek két-három hét. Ugye ennek két-három hét. Mondom, hogy igen, hát hallg, ne mondjál már ilyet. Hogy jó, ne játsszuk le, megőrülök. Csak a végét, figyelj. Ennek két-három hét. Az mi, Igen, mert két-három. Léci, hagyjál. Kinyírom magam. Kapjon két csomagot, csak hagyjál. Igen, mert két. Ha figyelj, megölöm magam, Figyelj oda, Az mi, bárány. Ugye? Igen, állj, csönd, figyelj. Az mi, bárány. Nem hallhatsz egy ekkora ügyét. Hát egy ekkora, igen, te nem hallsz ügyén. Kicsit se, ott van rövid. Rövidebbre. Rágd egyet, ugye? Az mi, bárány. Ja. Micsoda? Hogy be? Ne nyúlj a tracklistámhoz. Ja, nem. Aha. Igen. Na. Az mi, bárány. Hát ez ugyan, igen. Ez ugye. Azt mondja, ugye. Ez ugye. Ez ugye. Ugye ennek két-három hét, ezt mondja. Várja még egyszer. Na, jó, na, nézzük még egy-két retro idéző kis hangulatelemzést, hogy ki hol volt és mit csinál. Ne csak diszkóneveket írjatok, tényleg nyaralásokat és bármi más. Az a durva, hogy a nagyját ismerem azoknak, amiket írtak, de Kuklops diszkó. Kuklops diszkó, kérlek szépen, ez a Speed diszkóval szemben nagyjából kis túlzásra, a Sziget Szent Miklóson is környékén, hát a Speed diszkó nevében benne volt, hogy ott mi történt, a 90-es szórakozási forma volt, a híres neve Speed diszkó, ugye Sziget Szent Miklóson, ránézése minden arc 15 ezer év börtön, tehát azonnal. És mellette volt a Kuklops diszkó. Ott is. És oda csak egy szemmel az mehet. Is jó volt. az Szigeten Miklós határában volt, és egy ilyen nagyon nagy csarnokszerű diszkó, baromi nagy, tehát több ezer ember. Voltak jó arcúak, rossz arcúak, tehát mi megfordultunk párszor, hát nem érezted egyfajta. Akkor voltak rossz arcúak. Akkor voltak rossz arcúak, nem érezted egyfajta életbiztosításnak azt a kis diszkót. Igen, az is nagyon, nagyon kis klassz hely volt. Ti hol nyaraltatok? Mik voltak az ilyen nyaralások? A bányatóhoz kimentünk a falu mellett. Gyönyör, igen? Gyönyörű hely volt. Az új kígyósi bányató? Új kígyósi bányató. Kavics bánya volt, még egy félig befordult markoló, és a legenda szerint egyszer egy kocsis a lovait akarta megitatni, és aztán valahogy ottan becsúszott az egész, és a fél falu ment kimenteni. Úgyhogy ilyen sztorik voltak nálunk. De nagyon jó, oda jártunk ki horgászni, meg fürdeni is. Nekünk az jutott, illetve az új kígyósi strandfürdő, csak mondom, két medencés. Az új kígyósi strandfürdő két medencés? Az menő, hát az egyik a lábmosó volt. Igen, ja, hát az most mindegy, de kettő volt. Na, kettő volt. Volt egy kis körmedence, az volt a gyerekmedence, az melegvízes volt, és volt a nagy medence, ami már akkor is nekem derékig ért. Valaki azt írja, ugye amikor ezek a zenék befutottak, akkor álmodoztam, hogy legyen egy kettes golfom, meg havi 100 000 forintos fizetése, mára mindez teljesen. Figyelj, egy kettes golfal akkor nagyon-nagyon menő voltál, amiről én ezekben az időben álmodoztam,
az a régi kockalámpás Honda CRX, az megvan? Csapott hátuljú, koporsónak hívták, CRX kockalámpa. Egy ekkora izé ablakon látták ki hátul, egy ekkora flexin. Kicsi flexi látta hát, és nézted, és azt gondoltad, hogy ez a világ legszebb Úristen. Autója. Egy kockalámpás Honda CRX. Ez az volt, aminek felemelkedett, tehát modrikusan emelkedett a fényszórója? Hát igen. Szerintem az volt, hogy csapódott a fényben. Honda CRX. Ugye az azért volt szörnyű menő autó, mert hogy abban a Hondában azt beletették a technológiát, azzal, ha tudtál, az azért volt koporsó, mert abban a hülye meghalt. Tudod? Tehát, hogy ott tudni kellett vezetni. Az egy olyan vezetési élményt adott az a kocsi, hogy összepisilted magad. Sőt, a mai napig azt ad. Csak úgy, hogy az történt, hogy hülye gyerek beült maga alatt a lóerő, aztán oda csapkodták magukat a fiatalok, ezért lett koporsó. Az nagyon jó kis kocsi volt. Móni mesélte, hogy az ő nagybátyja, az édesanyjának a testvére Németországban, és egyszer azzal jött haza, és a teljes Harmat utca kijött Kőbányán megcsodálni az autót, mert hogy akkora élmény volt egy ilyen kocsit látni abban az időben. Igen, az nagyon nagy dolog volt. Persze, Honda CRX nagyon kevésnek volt. Excalibur Disco ért. Ja, úristen! De jól hangzik! Erre a számra megdobáltuk citrommal a bárban a táncos lány, mert Sárga Pattanás volt a fenekén. Azt mondjuk ki elrándító. Tamás írta nekünk, köszönjük szépen. Casablanca a fekete lyuk mellett. Hát igen, a fekete lyukat azt neked is tudnod kell. Ez ugye, ugye várjál csak azt mondja, hogy minek hívták az utcát. Persze, de rengeteget tudom, fekete oda. Még az ő a hőskorban, amikor megnyitott, akkor elkezdtünk, aztán lett belőle a szemben, nem is tudom, milyen vörös lyuk, nem tudom. Igen. De hát akkor rengeteg underground sztori volt, és hát fura volt ez a kettőség, hogy ugye egymás mellett volt a két klub. A Total Nihil, a totális underground, a totál alternatív és punk zenéknek a mekkája, és közvetlen mellette egy diszkó. Úgyhogy ez érdekes párosítás volt. Igen, az egy érdekes kis párosítás volt. És hát volt ugye a Total Kár, az is szintén egy nagyon híres hely volt. Igen. Speed Disco után after party hétfő reggelig. Ott voltak a kemény arcok. Bizonyá. Hétfő reggelig ment az after party. Na jól van. Milyen vonalon menjünk tovább? Mi az? Menjünk bele kicsit a rap zenébe, vagy valami nagyon kis... Ne legyen. Igen, nagyon commerce. A nagyon, amire mindenki azt mondja, hogy biztos, hogy ismered, tehát tuti, nincs olyan, vagy utálja, vagy szereti, de nagyon. Az, de amely én ezt gyűlölöm, amit most beraktam, csak nem a saját ízlésemre tudok hallgatni, ezt én utálom. Nagyon jó. Ezt utálom. Igen, de miért? Mit utálsz? Tök jó. Ez egy világsláger, erre mindenki. Majd meglátod, hányan SMS jön, hogy fölhangosítottam a kocsiba. Igen, a roomban ez a commerce kategória. Ezért elnézést kérek, ezt követelték. Commerce-et viszik a legjobban, hát, tudod? Igen. A commerce-et. Az a megfizetett. Bocsánat, én ezt nem tettem volna be, de van egyfajta nyomás, ami hát... Na dobjuk ki. Rengetegen, az baj, most héten nem tudok fejből. Akkor menjen ez. Tessék, menj, na jó. De aztán valami hip-hop is. Jó, legyen egy hip-hop, de akkor most egy nagy klasszikus, jó? Akkor ez legyen? Igen, 1992, 1993. Bocs. Már nem, már kicseréltük, már nem, mert nagyon kellemetlen. Ezt szereti fogjátok. 3 perc van, pontosan 7:30. Micsoda virtuóz játék, micsoda muzikalitás, micsoda zene, gyerekek, egy jó kis Back in the UK. Hát lehetett volna még az Endless Summer, itt még azért vannak nagy scooter csodák, ugye ebből a korszakból, amit én szeretek, aztán már ugye kicsit elment hardabb, azt már nem annyira, de hát egy Endless Summer is kötelező meghallgatni. Én annyira sajnálom, hogy 2 év után ott hagyta a konzervatóriumot a billentyűs. Hova, hogy a felvételi előtt 2 héttel inkább. Ekkora trash, úristen, de persze, jó ez a srác. Jó, kicsit mélyülünk a hírek után, jó? Megmondom, tartogatok még egy Stereo MC-s Connected-et. Már nem úgy értem, hanem egy kicsit zeneileg nem sokkal. Óriási trash a scooter, de hát ez akkor erre mindenki tombol. Na jól van, 7:30 pontosan 1 perc eljönnek a hírek. Jó, nyugodtan várjuk továbbra is az élményeket. Nem csak az, hogy melyik diszkó, hanem hol, milyen ruhában, milyen autóval, melyik stégen, melyik strandon, ki hol volt. 90-es évek elején, 80-as évek vége, 90-es évek közepe, milyen frizurával, milyen álmokkal éppen, hogy látta akkor az életet. Jó, írjátok meg nekünk nyugodtan, lehet jelentkezni Óven bácsira, a Beru nénire is, mi pedig jövünk a hírek után. DJ Oti, 3:48, lesz 1 perc múlva, jó reggelt kívánunk mindenkinek, gyerekek. Lavírozunk, tehát a dance után egy kis Eurorap, vagy nem is tudom mi volt, hát, két amerikai Németországban, igen. Egy C-block, hát ez klasszikus. Kiközösítettek a Harlembe, és ezért átköltöztek az öreg kontinensre, és azt hihetetlen, hogyha megfigyeljetek, hogy ugyanezt a ritmust millió egy banda felhasználta, az Ace of Base,
Harris-től kezdve a Milli Vanillinát, mindenki hát ugyanerre, és nyilván nem fizettek utána senkinek. Valaki megcsinálta. Viszont most gondoljatok bele, hogy ezek az emberek mit fognak szólni, például H.P. Baxter, a Scooter Frontemberre, majd ránéz az utalásra, és azt mondja, hogy igen, a magyarokban még mindig lehet bízni. egy jó kis mű, ennek számára, hogy bekinéljük, még elnyomták egy kereskedelmi rádióba reggel. Igen. Na, egy-két SMS, aztán 8-tól természetesen lesz majd témánk is, de a retro zenék azért maradnak, de hát csak egy-két pillanatkép a 90-es évekből, hogy ki hol mit csinált, meg jelen pillanatban milyen érzelmeket vált ki belőle ez a zene. Húzom a kiskocsit, táncolva, énekelve dobálom a tetyós újságot, néz nekem, hülyének a népek, írja Melis. Azt mondja, hogy 60 Club Püspök 60, a szülőink szürke Trabant kombiával jártunk, a hugomat és a barátnőt a motorháztetőn hanyat fekve találtuk a parkolóban. Atya, úristen! Kisbéren a Csákó Mákó diszkó. Zseniáli. Kérdezzétek róla, bocsit, ő reklámozta akkor még a két nyelven sugárzott Danubius rádióban, ez Balú írta neki. Németül hogy mondta? Csákó Mákó. Atya Isten, Küklops, pékségben melózok, nem érdekel, szolgálják ki magukat, föl lekapcsolom a villanyt és indul a bugi. Nagyon jók vagytok. Rohadjatok meg, írja valami. Mikor jöttetek ezzel a retronapa rövővel, azt gondoltam, persze hagyjál már. Aztán beraktátok a Back in the UK-t, és most itt ugrálok a konyhában a 34 évesen, mint egy óvodás, és azt kiabálom, hogy we start in 1994. Neked akkor megvan minden pillanata a dalnak. Igen, mindig be kell vallanom magamnak, hogy nagyon jók vagytok, írja egy hallgató. A Ferihegyi laktanyában éjjeli őrségben hallgattam Scootert, az őrizetesek meg pilláztak az ablakon, hogy ugrálok géppisztollyal a hátamon. Scooter forever. 86 körül Ciklámen színűre melíroztam a hajam, Tokajban, a gyöngypresszóban. Sünivel hosszan smároltam. Ja, Istenem, igen. Hát ezek szép idők voltak. Bahnhof diszkó. Úristen, ide valaki. Bahnhof diszkó, nyugati tér. Úristen, nagy klasszikus. Fortuna, Moment. Hát ezek ugye nem is diszkók, ezek korszakok tulajdonképpen. Nagyon sok híres DJ-vel. Z plusz-el is voltunk egyébként. Z plusz invázió helyszín volt a Bahnhof diszkó. De mit kerestél? Én ott konferáltam. De kicsodál. Baby Sister. Ha már így rákérdeztél. De akkor még ugye hosszú hajak. Érszakállod, a nagy szakállod. Méden pólóba, a farmer mellénybe, veszkocsizmába. Sírva kérlek. És következik, kérlek. A Baby Sister, és mindenki így fog, hogy mit keresed? Igen, mert a Levent azt mondta, a Gória, hogy ez belefér. Tehát, hogy ez kompatibilis. Mondod, hogy igen, Levent, én... Akkor indult az eredeti 97, és volt egy invázió nevű rendezvényünk, ahol lerohantuk az országot, és egy inváziós kabátba, esernyőbe, egy nappal ott forgattunk, este pedig elmentünk diszkóba, és hát a Janinak is kellett, ugye egy-egy városban az adott diszkóba konferálni. Én a Filippel, Orsi, ha lemegy a napot, énekeltem a színpadon, tehát voltak azért szép... Akinek mi vágott. Azért voltak szép pillanatok. Ki voltak rakva a képeink, az összes VJ-nek a képe a falra. Az egyik első fizető vendég, ahogy meglát az én képemet, leköpte. Kedvelt. Ugye rockem. Jött az egyik kollega, aztán így kajáló volt. Hogy na, hallod már, hogy vannak, tudod, ha meglátod, azért leköpte a képet. Jó volt. Na jó van. Gyerekek, 8 óra után megint visszatérünk a dance-be. Jó, igazából a legnagyobb lendületet az adja, tehát lehetne itt még tényleg egy csomó mindent nyomni, ami kicsit ilyen, hát hogy is mondjam, hip-hoposabb van a 89-es években, hogy gyűjtöttem, de hát a legnagyobb lendületet, meg a legnagyobb mosolyt azért mégis egy DJ Bobo, egy Scooter adja, bár egy C-block se volt annyira rossz. Sőt, hát ezek is nagy pillanatok. Igen. Óven bácsi és Beru néni, rengeteg jelentkezés jött, miközben áramlanak az SMS-ek, ugye? Mindenkiből jönnek föl az emlékek, hogy hol volt, mit csinált éppen, kivel volt. De most játszunk, már is itt van a játékosunk. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Azért az SMS, gyerekek, a C-blocktól majdnem elsírtam magam a szőlőben. Bizonyám. Kint van a szőlőben, fülese hallgat, és majdnem megkönnyezte a zenét. Nagyobb. Igen, kapcsolás. Nem magát a zenét, ezt kell megérteni a mostani generációnak, aki hülyén néz most minket 40-es öregeket, hogy úristen, mi ez a szar. Hanem ami ezzel jön, mint emlék, ami nektek majd 20 év múlva lehet, hogy akkor egy gaga, vagy nem tudom, hogy lesz-e ilyen generációs, én nem vagyok benne biztos, hogy mostani zenék közül lesz-e majd egy ilyen, hogy 20 év múlva beraksz egy gagát, és azt mondod, emlékszel akkor? De beraksz egy Scootert, vagy egy C-blokkot, és mindenki tudja, hogy mi volt akkor. Meg a C-blokk az már összeborulós volt, nem a szelet előtt. Az már nem, az már hajnalban. Azért előjön a sok kellemes emlék. Halló, jó reggelt! Halló, szia! Hello, ki vagy? Én Jani vagyok, Debrecenből, és te ki vagy?
Én DJ Otima, egyébként Valens, hello. Jani, mit csinálsz Debrecenben? Te figyelj, várom a leletet a labor előtt, mert rohadtul meg vagyok fázisba, utaltak leletért. Laborvizsgálta. Na, tényleg? De egy megfázásra már egyből laborra kell menned? Hát igen, én ilyen vagyok. Igen, mert tüdőgyulladás így hívják. Hát az úgy mondjuk egy kicsit kell. Vagy neked megfázást mondtak. Igen. Igen, azért majd kérdele a végeredményt, igen. Oké. Na jól van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berúni, figyelj! Hát ezt ők is ünneplik ezeket a zenéket. És milyen jó minőségben szól ez a tűzijáték, nem? Így van. Berúni 20 év után végre levette a bugyját. Óven bácsi előtt az... Asszonyadunk a buléba. Igen. Na mutatjuk, mit énekelnek, figyelj! Ó, hát ez... Na, ezt a csaj énekli. Hát ez így kevés. Nem sok. Az asszisztens is... Asszisztens néni is segít. Így van, jó, abszolút, így van. Spice hát Girls. Jó, működne a gép. Spice, nem baj, addig kapsz egy tapsot. Spice Girls, így van. Hát én mondom, hogy király vagyok, de nem hintik el itt hosszú se. Igen, ki segített neked ebben? Hát a kicsi feleségem, vagy a megosztivét. Igen. Ez már ilyen 98-99-99 körül. Igen. Girl power. Micsoda. Jó volt. Jó volt, girl power, jó volt. Jól van, megvan egy ajándékcsomagod, és nincs is, nem is vettünk ki belőle semmit, jó? Jó, oké, Balázs. Köszi szépen, drágák vagytok mindőtök. Köszi. Mikori születésű vagy? 1974, április. Na, tessék, egy előadó. Nem mondom, hogy berakjuk, csak te mit hallgatnál meg szívesen, ami még nem volt. Ma nagyon komoly... Magyar... A pokolgép. Annyira izgalomba jött, kinyomta. Hát, kérdés, hogy mit mondott volna, igen, sose na, tudjuk meg. Na, azt már nem. Kivette majd a feleséget. Igen. Írja valaki, mennyire máshogy szól ez, mint a régi 1002-esben? Hát, nem tudom, hogy most milyen autóban ül. Videóton kocka hangszóró hátul. Bizony. A menőbeknek unitra. Bizonyám, gyerekek, egy jó kis 1002-es, hát az valahogy ezek tényleg mindenkit összekötöttek. Tornádó diszkó új fehértó, pálmafák füstgép és DJ Morsi. Még élő Ice MC koncert is volt. A Szújó írt közben SMS-t, hogy van a YouTube-on egy olyan felvétel, ahol a Scooter ellátogatott hozzánk, és valami ellátogatnak valami Békés megyei kisvárosba, kitünteti őket a polgármester. Mindjárt rákeresek, megnézzük. Kitünteti őket a polgármester, ezek meg állnak hülyén a beszéd alatt, és nagyjából azt se tudják, hogy hol vannak. Nyilván Szújó küldte. Hát külte. Akkor nyilván az ő városában, ugye, mert ő Békés megyei. Igen, nem tudom, ez honnan tudja, csak ja. Onnan. Úgy kigyorsan nem csináltunk ilyet, Zoli, ez csak te lehetsz. És hogy a polgármester kitünteti őket, meg beszédet mond, ezek meg hülyén, gondolom. HP Baxter uram! Ezek meg hülyén valószínű rommá szívva áldogálnak, és hát várják, hogy mi lesz ennek a vége. Jó, megnézzük. Gyerekek, 8 óra után DJ Oti újra a denszesebb vizekre evez. Olyat kaptok, bepisiltek. Jó? Ennyit tudok mondani. Olyat kaptok, bepisiltek. Ez egy ilyen featuring lesz, tehát valaki valakivel énekel. Egy featuring? Egy featuring. Tehát lesz egy előadó, és van egy featuring, értem. Nem, az azt jelenti, hogy valaki tud énekelni. Általában így egészítették ki egymást. Ott volt egy nagy darab karaj, aki megpróbált rappelni, és ott volt mellette egy lány, aki általában egy R&B énekesnő volt, egy kezdő szárnyait próbálgató R&B énekesnő, és rettenetesen jó dallamot tolt rá. Tetszeni fog, szeretni fogjátok. Nagyon fel kell hangosítani a rádiót, mert ez csak úgy jön át, ha ez üvölt. Jó, egyébként elküldte közben a Viki, sarkadon kitüntették. Nem értik, mi történik, csak cipelik őket. Mindjárt megnézzük ezt a videót, aztán belinkeljük a Facebookra. 6 perc szóval pontosan, 8 óra egy nagyon-nagyon finom kis dallal jövünk a hírek után. 8 óra volt 9 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Hello DJ Oti és a United. Lavírozni, hogy legyen egy kis Eurorap, aztán legyen megint egy kis dance, minden réteg örüljön a saját zenéjének, hát nem egyszerű, mert közel gözöllenek még a zenék. Előre nagyjából leválogattuk őket, tehát ilyen plusz kívánságokat nincs lehetőségünk
teljesíteni, de hát ezeket nagyon jó hallgatni. Hogy bírod rockerként? Jó, jól vagy? Hát ez de vagy, azért, vagy azért ez neked is tetszik. Meg mondjuk alapvetően én például a hip-hopot szeretem, csak amikor meghalom például ezt a dominikai srácot, akivel ugye összeállt Marky Mark, alias Mark Wahlberg, azért, mert valószínűleg senki más nem akart vele együtt repülni, mert oda ment valószínűleg az Ice-T-hez, és akkor mondta, hogy egy srác, hogy fél tónátok, hanem egy ilyen igen. És akik így összeálltak, és akkor csináltak. Megnéztem egyébként Life in the Streets. Ez volt a közös albumuknak a ez volt a közös album címe? Igen. Ja, hogy ebből több dal is van? De egy konkrét albumot csináltak együtt. Prince Ital Joe-val. Prince Ital Joe, a dominikai srácok. Jó, fél 9 előtt lesz a következő zenénk, akkor megint egy picit más lesz, jó? Szeretem, én ezt is nagyon sokat hallgattam, ez egy tök más stílus, de megnézzük. Az nem egy ilyen nagyon mosolygós, egy kicsit mélyebb, de szerethető. Az egy kicsit réteg zene lesz, aztán fél 9 után elviszük a teljes gagyiba. Nagyon jó. Mumuland az ki volt? Nem tudom ki az előadó, de megvan a szám, igen, nem tudom, úgyis megírják. Hatalmasak vagytok, épp úton vagyok a fogorvoshoz, de ez a zene, mit nekem érzéstelenítő, csak ilyen dalokat akarok, Krista. Recsegnek a hangszórók, írja egy hallgató. Felcipeltem a pincéből a 10 éves Music Centeremet, ami valamikor ezek a dalok szóltak, így igazi ez a disco feeling. A három gyerek gubbat szemmel bámul rá, miközben táncolok a kakaó felett, és vinnyogva nevetek azon, hogy a barátnőm képes volt anno az ablakukon kiszökni egy péntek esti kondorosi diszkó fever miatt. Igen. Balázs, szerintem álljössz egy Anival, ütős páros lennétek, már látom magam előtt az Oti featuring Skuló nagy nemet. Igen. Bepárásodott szemmel gondolok az ifjúságomban, mire arra gondolok, hogy a három gyerekem üvölt a hátsó sorból, hogy mi ez az ósdi zene. Ugye? Hogy ők ezt már nem nagyon tudják hova tenni, igen. Amióta beültem az autóba, egyfolytában ráz a hideg. Szuper dolgot csináltok, mert a Hungárián suhani lehet, nincs dugó a városban. Mindenki gyorsabban vezet. Igen, bejöttem egy drága technikusunk Gyula, és mondta, hogy hát mindenki fejet rázva ül az autókban. Egyébként hát onnan lehet, hogy tud a hallgatni, hogy klassz FM-et hallgatsz, hogy akinek megy a fej, és nagyon röhög, vagy nagyon mosolyog, vagy furán néz a rádióra értetlenül, de tetszik neki, az most biztos, hogy minket az hallgat. Az minket hallgat, de senki ne vigye vissza a vadonatúj autó hifiét, jó, a márka kereskedő, nem, ezek tényleg így szólnak. Igen. Van most egy témánk, egy kicsit komolyabb témánk, foglalkozunk persze ezzel is, csak még egy mondat, megtaláltuk a polgármester ajándék átadását egy művelődési házba a Scooternak, hát fél 9 után szentelünk erre néhány másodpercet. Sarkad köszönti a Scootert. Ha láttál már három teljesen értetlen embert, akik nem tudják, hogy mit csinálnak abban a művelődési házban, nem értik, hogy miért kapják ezt a kitüntetést, és hogy miért kell itt lenniük, az a Scooter. És van egy elképesztő jó fej polgármester, 95-ből ajándékot kapnak, és közben egy német tolmács mondja, hát az egész annyira retro, hogy ezt fél 9 után mindenképpen meg kell. Körülbelül a 6. percben már be kell jönni valakinek, és Nikoflexel legyúrni az arcukat, mert kényszeredett mosolytól begörcsöl. Ez egészből levértenek igazából semmi. Igen, jaj, közben gondolkozom, mi 30 zenéből kell még 6-ot berakni, mit engedjünk el, meg mi legyen, mi ne legyen. Magyar zenéket is kértek, lesz a következő, már most mondjuk, hogy a következő retro nap pár hónappal később, majd lehet, hogy a májusi kitelepülésünk valamelyik helyszínen magyar lesz. Tehát megcsináljuk ugyanezt, erre igény van, szeretitek, ez teljesen egyértelmű, csinálunk egy 80-as, 90-es évek, csak magyar. Hát azért. Hát, Kozmica az házban nélkül nem megyünk el lefeküdni. Így van, ha hallgatsz minket, Pén, neked is fog utalni az Artistus. Sok év után is. És szex vajon mi? Jó volt. Megcsináljuk. Nyáron az lesz a következő. Na, viszont ugye, ami szerintem mindenki olvas, és mindenki gondolkozik, és aki utazik, és aki repül, az nyilván abszolút érintett ebben a történetben, hogy valamilyen történik, amire még mindig nincs magyarázat, és itt most már zajlanak az összeesküvés elméletek, ugye tegnapig lehetett hallani kicsöngő telefonokról, az egész abszolút rejtélyes, ijesztő, és ugyanakkor rettenetesen nyomasztó, ugye arról a maláj gépről van szó, ami hát eltűnt, és azóta sincs meg. Most már kiadták a keresési koordinátákat, bárki keresheti, effektíve a repülőnyom nélkül tűnt el. Lehet, hogy a fekete doboz majd évek múlva meg lesz, ha lement a tenger aljára, iszabba fúródott, nehéz megtalálni, de egy szánydarab se, egy kerozinfolt, volt ugye, hogy olajfolt kiderült, bevizsgálták, egy hajóból származik, a gép nyomtalanul eltűnt. Nagyon rejtélyes dolgok vannak, számomra teljesen érthetetlen az is, hogy egyébként lopott útlevéle, hogy lehet felszállni egy repülőre, abszolút nem értem ezeket a dolgokat, de a gép visszafordult, letért, és utána azóta is nyomtalanul eltűnt.
Ugye azt mondják, hogy ha zuhant volna, akkor közben már mennie kellett volna valamiféle segélyjelzésnek az irányító torony felé. Nem volt. Ha visszafordult, akkor adniuk kellett volna valami jelzést, hogy visszafordultak. Nem voltak. Látni kellett volna a radaron a gépet, az eltűnt a radarról, ugye? Jól tudom, tehát, hogy már a visszafordulás se volt meg. Igen. Hogyha a gép a darabjaira hullott volna, akkor biztos, hogy találniuk kellett volna valamilyen roncsot, vagy roncsokat, mert hogyha egy robbanás után, ugye, rengeteg anyag, és ugye itt ezeknek az anyagoknak az egy része fenn is marad a víz tetején. Ha lezuhan, akkor is valami letörik róla, meg ugyanúgy. Igen, nincsenek szemtanúk. Az is egy nagyon fura dolog, ugye, hogyha egy repülő azért fölrobban mondjuk a levegőben, ugye ez már majdnem part közelben történt, halászok, hajók, tankerhajók látják a fényt, látják azt, hogy itt valami a levegőben fölrobbant. Senki. Tehát szinte minden egyes ilyen repülőgép katasztrófánál, amikor nem a nyílt víz fölött történik, ugye az óceán kellős közepén, akkor elő tudnak szedni egy-két szemtanút valahonnan. Senki nem látott semmit. Senki nem jelentkezett, hogy bármit is látott volna. Nem értem, hogy ha én elhagyom az útlevelemet mondjuk Tájföldön, ugye? Uh-huh. Akkor... És én bejelentem, hogy nekem eltűnt az útlevelem. Hogy a fenébe száll föl azzal még valaki egyébként, amit ugye már akkor az Interpol is elkezd körözni, meg nyilván nagyon sok hatóság, hogy a fenébe szállnak föl egy lopott útlevéllel egy hónappal később még egy gépre. Amikor itt volt egy 9-11, hihetetlen biztonsági intézkedések vannak, és körözött útlevéllel, te még ott tartunk, hogy mindig föl tudsz állni egy utasszállító. Ez is nonsens. Az történik, hogy ugye képet kivették, nevet átírták, számát átírták, tehát hogy a lopott útlevélből ott csak magát az anyagot használták föl, tudod? Igen. És nem is feltétlenül volt bejelentve, vagy nem lopásként lett bejelentve, hanem egyszerűen elvesztették. Ezek közül az emberek közül például volt olyan, aki azt hiszem, hogy három ilyen ember volt, három hamis útlevél, uh-huh. És az egyik például azt mondta, hogy neki nem is lopták el az útlevele, neki nem tűnt el az útlevele. Tehát, hogy konkrétan ugye miért is keresnék azt az útlevelet, vagy miért keresnék annak azt az embert, aki ellopta el végül az útlevelet, ha se tudják, hogy ez az útlevél eltűnt. Uh-huh. Hát, hogy azért vannak itt. Igen, mert ugye szkennelik az útlevelet, tehát ugye most már azt látod, hogy ugye végighúzza neked az útleveledet valahol ott a vámellenőrzésnél, vagy a beszállásnál, és ott nyilván ezeket vagy nem húzták végig, vagy ezek még régebbi útlevelek volt, vagy azt keresik, ami fénykép cserélhető. Ugye régen az útlevelek még cserélhető fényképesek voltak, hát most már azért ez egy kicsit... érdekesebb a dolog, de ugye, hogy ez megdöbbentő, és nincs sehol ez a repülő. Valószínű nyilván, hogy a legrosszabbra kell gondolni, tehát én nem hiszem, hogy eltérítették, de ilyen elméletek is felmerültek, hogy ugye kikapcsolták azt a jeladót, és valahol a komplett gépet ellopták. Ez is megdöbbentő, hogy te felülsz utasként, érted? Mert ez egy Peking Kuala Lumpuri járat volt, Maláziába repült, tehát hogy még magyar is lehetett volna. Tehát fölülsz, és egyszer csak ellopnak veled egy gépet. Igen, csak nem találsz okot rá, tehát hogy mit csinálsz a géppel és az utasokkal, mert ha ezt csinálod, akkor azonnal petíció van valahová, hogy szeretnék kapni $1 millió, akkor visszaadom a gépet utasokkal. Érted? Hogy nincs ilyen. Tehát, hogy mit csinálsz velük? Igen. Na, kérünk egy kis segítséget. Beszéltünk valakivel a múltkor, aki nagyon sok érdekes dolgot mondott nekünk a légi forgalmi irányításról. Ő van most is itt. Hello, Józsi, jó reggelt kívánunk! Hello! Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Hello. Ugye legutóbb a légi forgalom munkájáról beszélgettünk veled. Igen, az irányítás munkájáról beszéltem. Te épp most jöttél haza Maláziából? Igen, ez különös véletlen, de pont tegnap reggel érkeztem haza Maláziából. És te már úgy ültél föl a gépre, akkor hogy tudtad, hogy ez... Mi úgy ültünk föl a repülőgépre, de hát azért azt hozzá kell tenni, hogy ezek a repülőgépek, ezek rendkívül megbízhatóak, és bár sokan úgy gondolják, hogy ott az ázsiai térségben ezek a repülőgépek elhasználtak, lepusztultak, egyáltalán nem igaz, különösen a Malaysian Airlines repülőgépei, azok nagyon korszerűek, rendelkeznek a legújabb Airbus 380-asra is. Tehát nagyon, nagyon magas színvonalú a repülés. Hát igen, meg most már az ember arra kevésbé kapja föl a fejét, hogy tényleg valahol, nem tudom, messzi Ázsiában egy IL-18-as belevágódik a földbe, szomorú. Nem igazán, de nem igazán gép, jellemző, de az, már ez utasszállító, igen, tehát utasszállító, 200 utasa, ugye volt legutóbb az a Rióból indult egy gép, és viharba keveredett, kiderült, igen, az Air France gépe, de hogy ezek már azért tényleg nagyon-nagyon ritkán történnek. Hát hál' Istennek, nagyon-nagyon megbízhatóak ezek a mai korszerű repülőgépek. Azt kell mondjam, ez a 777 az egyik legmegbízhatóbb, ez a Boeing 777-es az egyik legmegbízhatóbb típus, tehát tényleg ezzel nagyon ritkán történtek események. Ha én most itt a szakirodalmat olvastam, tavaly volt egy ilyen túlfutásos baleset, ahol összesen hárman sérültek meg, de az is a földön történt, tehát nem a levegőben. A felszállás leszállás mondják, hogy a legveszélyesebbnek, ha már utazó magasságon van, azt mondják, hogy az kevésbé. Nekem van egy elég elvont elméletem, hogy mi történhetett, kíváncsi vagyok, hogy te mit mondasz, aztán majd beszéljünk erről is. Ugye azt olvasni a hírekben, hogy elvileg a légiforgalmi irányító látta, hogy még visszafordult, ugye? Én is csak olvastam, hogy én pont Maláziában voltam, amikor az esemény történt, és
Én utána, amikor hazajöttem, megnéztem a Flight Radar 24-es oldalon, ez egy weboldal, ahol az élő légiforgalmat lehet megtekinteni. Visszatekertem, van ilyen visszajátszási lehetőség is, megnéztem, hogy mi látható a Flight Radaron erről a Malaj 370-esről. Ott nem látszik, hogy visszafordul a gép. Uh-huh. Ott egyszer csak megszűnik a radarjel, és kész. Amit az előbbiekben mondtatok, valóban, tehát hogyha robbanás történt volna, a közelben ebben az időszakban két repülőgép tartózkodott. Körülbelül nagyjából azonos magasságon. Tehát ez biztos, hogy föltűnt volna egy hatalmas fényvillanás. Azt látni kellett volna. Tehát akkor a levegőben nem semmisült meg. Tehát valószínű, hogy ott én, nem volt... én ezt úgy gondolom, hogy annak tényleg valóban lett volna szemtanúja. Tehát mondom, a közelben a Flight Radaron nagyon jól látszik, hogy kettő darab repülőgép van, olyan 30 kilométeres távolságban, de ebben a magasságban éjszaka az a villanás, az biztos látszott volna. Most akkor szerinted hol van a gép? Tehát akkor már ha zuhan, akkor meg azt mondják, hogy a zuhanás közben viszont már van idő vészjelzést adni, amit ugyanúgy vesz az irányító. Igen, erről beszéltünk a múltkor is, hogy nekünk vannak ilyen kényszerhelyzetű továbbképzéseink, ahol többek között pont a légijármű személyzetet, a pilóták azok, akik elmondják, hogy egy-egy kényszerhelyzet esetén mi zajlik le a kabinban. És hát azt minden esetben, amikor kitárgyaltunk különböző eseményeket, az látszik, hogy a pilóták elsősorban a saját és az utasaik életével vannak elfoglalva, tehát próbálják a helyzetet olyan mértékben stabilizálni, amennyire csak lehet, és utána valamikor az ötödik, hatodik fázis az, hogy értesíteni kell az irányi légiforgalmi irányítást. Tehát addig nekik van 4-5 olyan feladatuk, ami halaszthatatlan és el kell végezni. Most a kérdés az, hogy most miért nem, hogyha valóban a tengerbe zuhantak, akkor miért nem értesítették az irányítást? Valószínűleg azért, mert valamilyen áramellátási probléma lépett föl, tehát hogyha nincs áram a gépen, akkor nem lehet rádiózni. Ha olyan helyzet alakul ki egy gépen, hogy tényleg zuhan, és ezt a gép érzékeli, akkor ő automatikusan nem küld jelet erről? Nem. Beszéltünk ezekről a kódokról, hogy be kell állítani bizonyos kódokat. Tehát például az egyik ilyen feladat a személyzetnek, az, hogy beállítja ezt a kódot. Mondjuk ha kirobban a kabinnak az ablaka. Nekem már volt a munkám során ilyen, hogy egy átrepülő gépnek a szélvédője megrepett, azonnal elszökött a nyomás, beállította ezt a kódot, én már láttam, hogy ő gondban van, mielőtt ő elkezdett volna velem kommunikálni. De hát akkor volt idő, tehát nem az volt, hogy megszűnt az elektromos állátás, és utána persze bejelentette, akkor én már az irányító látja a radarernyőn, hogy ezzel a géppel valami van, és várja, már felkészül arra, még nem tudom, hogy mi a baja, de már látom, hogy valami gondja van, és fölkészülök arra, hogy valamit fog nekem mondani. Ebben az esetben ez nem történt. Ezeken a modern repülőgépeken nincs egy ilyen tartalékrendszer, ami mondjuk, hogy a főrendszer meghívásodik, akkor átveszik a legalábbis a fontosabb műszereknek a záramellátását? Hát ezeken a gépeken nem kétszeres, hanem háromszoros biztonsági rendszerek vannak természetesen, de hogyha megszűnik az áramellátás, akkor semmi nem működik. Van ugyan rajta barometrikus magasságmérő, de azzal nem lehet kommunikálni. Tehát hiába szűnik meg az áramellátás, a magasságát mondjuk látja, de nem tud kommunikálni az irányítással. Most az nem lehet, hogy van ez a transponder, ugye ez a jeladó, hogy egész egyszerűen ezt kiszedik, azt megsemmisítik, és effektív az egész gépet ezt legyújják? Ezt nem kell kiszedni, ezt ki lehet kapcsolni. Van ennek egy olyan állása, hogy off, tehát ezt ki lehet kapcsolni, és akkor onnantól kezdve nem lát semmit az irányítás. Hát, hogyha azt feltételezzük, hogy elrabolták a gépet, amiről ti is beszéltetek, ez is egy lehetséges variáció, hogy egyszer csak átmegy. Ugye a flight radaron én azt láttam, hogy végig tartotta a 35 ezer láb magasságot, és utána tűnt el. Tehát azért onnan le kellene süllyedni, hogyha mondjuk el akarnák itt a fű felett vagy a tenger fölött vinni a gépet valahova. Tehát azt azért a katonai radaroknak látni kellett volna azt, hogy süllyed a gép. És mert a katonai radarok más elven is működnek, mint a polgáriak. De ezt le kell tenni egyébként egy ilyen 777-es óriási gép, tehát ahhoz még egy ilyen kis szigeten is legalább 2000-2500 méter hosszú futópályának kell lennie, hogy ez a gép biztonságosan letehető legyen. Valószínűleg nincs, azt gondolom, hogy ez a gép inkább felrobbant, szegények, tehát nem hiszem, hogy elrabolták volna. De az például nem lehet, hogy mivel visszafordult, így valaki tévesen hozott egy döntést, mondjuk ezt a gépet lelőtte vagy lelövette, és megpróbálják eltusolni. Ilyen például nincs, hogy most keresik, de mondjuk valamelyik ország légterében ez lezuhan, nem fogják elismerni. Úgy csinálnak, mint a keresnék, de sosem akarják megtalálni. De hát azért nem, tehát múltkor is beszéltünk erről, nem lőnek azonnal, tehát megpróbálják tisztázni a helyzetet. Tehát, hogyha visszafordul egy gép, a visszafordulás ez egy természetes dolog, tehát sok olyan műszaki meghibásodás van, amikor a személyzeteknek az a légitársasági utasítás, hogy inkább fordulj vissza.
mint hogy folytasd tovább az utadat. Tehát ez nem egy ritka dolog, hogy műszaki meghibásodás miatt visszafordul egy gép, de kommunikálni kell, tehát akkor közölni kell az irányítással, visszafordultam, az irányítás közül a lévédelemmel, de mondom, hogy ha lelövik, akkor felrobban a gép, tehát azért annak, és ugye indulás után volt a gép, nem sokkal, ott éppen a telekerozinnal, tehát azért annak látványosat kellett volna az éjszakai égbolton villania, és azt valakinek biztosít. És ugye a Dél-Kelet-Ázsiában az, hogy éjjel egy óra van, az semmi. Tehát semmi, tele van a tenger, valóban a halászokkal, a tengerpart is tele van turistákkal, úgyhogy... Na de akkor mi történt szerinted, aki évek óta ezt csinálod is ez a szakmán? Hát ezt nehéz kitalálni, hogy az egyik elmélet az, hogy olyan szerkezeti hibája keletkezett a gépnek, ami nem vezetett robbanáshoz, viszont egy zuhanáshoz vezetett. Uh-huh. Ami megszűnt a rádiókapcsolat, és lezuhant a gép, de igen, tehát... akkor viszont valaminek látszani kell. Hát tele van olyan dologgal a repülőgép, ami úszik a vizen. Tehát igaz, hogy nagyon szét tud szóródni, de hát valamit hát azért csak kellene találni. Hát egy csomó zacskók, táskák, kabátok, szegényeknek, hát rengeteg minden, ami ugye nem süllyed el. Tehát nem hát ha már beszéltünk az Air France-ról, hát az Air France-nak a szerkezeti elemeit is megtalálták. Egy-kettőt, ugye, amit nem találtak meg csak két év múlva, az a fekete doboz. De hát az ember azt gondolná, hogy azért a repülőgép fémből van és azonnal elmerül, de nem igaz, mert a bizonyos alkatrészek továbbra is ott úsztak, ahol ilyen levegőrés van, meg minden. Tehát úsztak a felszínen. Tényleg borzasztó nehéz, nagyon rejtélyes. Ha már szóba hoztad a fekete dobozt, a fekete doboz az folyamatosan sugározza a jeleket, vagy csak eseménykor kezd el sugározni? Elméletileg van a repülőgépeken igen egy ilyen jeladó, egy ilyen kétszerhelyzet. Ugye a fedélzeti doboz az rögzíti az adatokat, a fedélzeti kommunikációt, amit a fedélzeten a pilóták egymás között, illetve a pilóták és az irányítás között zajlik, illetve a repülőgép műszaki adatait rögzíti. És van egy ilyen vészhelyzeti jeladó, ami, hogyha leesik a repülőgép, akkor az elkezdi sugározni, mondjuk ha szárazföldre esik le, akkor elkezd sugározni, és az alapján a műholdak, vannak ilyen kutatómentő műholdak, amik azonnal koordináta pontossággal megadják a vészjeladónak a koordinátáit, és nagyon könnyű megtalálni a gépet a szárazföldön. A szárazföldön? De a tengerbe, ha belezuhan a tengerbe, és hogyha ott, én valahol úgy olvastam, csak 1000 méter mély a tenger, az lehet, hogy pont olyan szerencsétlenül esett 1000 méter mélyre, hogy le van árnyékolva, egyrészt a törzs egy darabjával, és hát az 1000 méteres víztömeget sem biztos, hogy át tudja sugározni. Igen, mert lehet, hogy ugye a roncsal együtt süllyedt el, nem szakadt ki belőle. Igen. És akkor meg egy törmelék hegy alatt van. Így van, és egy törmelék hegy alatt. Ez nagyon nagy rejtély most igazából, hát nyilván van még egy csomó mindenféle ilyen kicsit másféle magyarázat, amit aztán sokan persze nem fognak elérni. Hát azért, ugye ha abból indulunk ki, hogy az két évvel ezelőtt, vagy az Air France baleset után két évre azért csak megtalálták a fekete dobozt, és ott azért 4000 méteres mélységből... Na de az alkatrészeket azonnal, tehát 2-3 nap után már... Igen, az úszó alkatrészeket, itt meg semmi. Hát ez a legfurcsább, hogy semmi. Azért, hogyha 10000 méterről lezuhan egy gép, és a vízfelülettel ütközik, hát az olyan, mintha betonra esne valami. Tehát azért ott annak a gépnek azért súlyos sérülés kellett volna szenvedni, akár egy szállítás előtt. Tehát az, hogy nincs kerozin folcsa, tehát ezek a legfurcsábbak, hogy semmi nyom nincsen. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Érdekes veled mindig beszél, mert annyira idegen ez számunkra, meg annyira ismeretlen terület, de nagyon jó, hogy ilyeneket mondasz. Én meg örülök, hogy titeket ez a dolog ennyire érdekel, és hogyha lehet most ilyen nyilvános adásba, szeretnélek benneteket meghívni, de az irányító központban, hogy azért most már saját szemmel is lássátok, hogy mit csinálnak. Jó, csak akkor, ha az egyik gépet átadod 5 percre. Na ez az, amit nem. Az a szimulátor. Szörnyű dolgok történnek nyilván, persze. Igen. Az a szimulátor. Abban lenne rock and roll. Feri az egyik radaron, én a másik radaron, az nagyon szép lenne. Nagyon szépen köszönjük, megyünk, élnénk ezzel a lehetőséggel, én szívesen megnéznék egy ilyen légiforgalmi irányítást. Janinak pedig itt van a szomszédban, a 18. kerületben vagyunk. Úgy. Nekem meg van autó. Átbringázik, így van. Jó, a adáson kívül megbeszéljük. Rendben, oké, okay. Sziasztok. Ciao, hello. Érdekes, ez egy nagy rejtély, hát azért ezzel mindenféleképpen kellett foglalkozni. Na, gyorsan még egy zene a hírek előtt? Hát világos. Mire menjünk? Kicsit keményebb legyen, vagy most kell valami üdítő, nem? Nem legyen üdítő, színfolt, ami klasszik, nem annyira belefér. Szeretem, de sokan szeretik, úgyhogy legyen ez. 3 perc szóval pontosan, 8:30. 3:49 múlt, 3 perccel, hello mindenkinek. Jó reggelt, hát ez se annyira commerce, de egy nagy klasszikus, ugye megy a lavírozás, hogy mindenkit kiszolgáljunk, aki szeretne retro zenét hallgatni, belefér egy Headway, vagy egy 17 akár. De hát azért egy Tupac Changes-nek is ott a helye. De 8-9 után megint gagyiba megyünk egy picit, jó? Tehát olyan vagy. Megőrült.
annyira rossz lesz, hogy nem fogjátok elhinni. Kell egy kicsi. Igen, itt közben Annát hívták, hogy a női előadókat hiányolják, hát lehetne nyilván, de nehezebb. Egy jó Ace of Base, vagy nagyon kommersz vonalakat mondom, nyilván direkt, teljesen, abszolút igen. Az sem volt rossz, amikor minden szentekkor Miskére jött a Brooklyn Bounce, és a Cosmix volt az előzenekar. Nagy élmény volt, így a Linda. A kisfiam kakis fenekét törölgetem, és közben rázom magam a hedvére, meg erre a zenére, ő meg csak röhög rajtam. Hát igen, rohan az idő. Julcsi küldte nekünk, elképesztően sok SMS egyébként, mindenkiből kibált valamit ez a zene. Teherautóba megyek, és mindenki hülyének néz, rázom a fejem, mint a Diszkópatkányok című filmben. Minden rosszban van valami jó, munkanélküli vagyok, de legalább végig tudom hallgatni ezt a nagyon jó szerdai retroadást. 10 hónapos kislányom hatalmas szemekkel és tátott szájjal nézni, hogy anya reggel 7 óta pörög és bulizik. Szegény gyerek azt hiszi, hogy anyának totál elmentek otthonról, írja egy hallgatunk. Hát és igen, a tupekre is jönnek a hozzászólások. Végre egy olyan zenemévének a szövege nem arról szól, hogy lássam a kezeket. Jó, ez is volt. Számokat és küldjétek a bugyik. Azért válogattam így, igen, kicsit mélyebb, kicsit... Hát azért szkúter, tehát van minden. Hát meg itt azért a Refli énekdallam gyerekek, azt kidolgozták rendesen, tehát ott nem is másolás ebben volt. Igen, ezek a srácok nagyon komoly, ez nagyon komoly. Na mi a, menjünk még egy Bailando, vagy ilyen irányba? Hát benne jó, hát Bailando nélkül van, van még, vagy Dr. Albán, Bailando, vagy Technotronic, annyi mindent lehetne nyomni, Snappet, tényleg, Stereo MC-s, tele vagyunk még, de van... 9 óra után egy kicsit húzósabb lesz megint, jó? Egy jó Bailando? Hát Bailando, egy tényleg egy gyémánt a szeméttelepen. Aj, Istenem. Na jó van. Oké, okay, hármas ugrást játszunk, már itt is van a hallgatónk. Jaj! Ó, jaj! Már kivászt, már connectedet akarnál, mi? Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Ilyen SMS-ek közben, gyerekek, lassan mindenki sír a szőlőben. Na ezt már tényleg nem hiszem, mert Tupek a Klassz FM-en óriás, nőtt a műsor szöveg nélküli részre is végre, tiszteletért. Nektek hát nyilván nem ez a rádió profilja, ez teljesen más nyomunk, hát ez más profilja a rádió, tehát ezt ne rajtunk verjétek le, ez egy ilyen nap, de hát aztán persze visszaállunk, és az is nagyon jó. De nagyon szépen köszönjük egyébként a góréknak, hogy rábólintottak erre a kezdeményezésre. Hát szeretik ezt, szeretik ezt. Te mi van, te nyál? Nyál, ezt ritkán szoktál. Jó, de akkor alaposan. Ez nem nyalás, ez egy jogos megjegyzés volt. Halló, jó reggel! Halló, sziasztok! Hello, honnan hívtál minket? Nyergesújfalura. Oh, Nyergesújfalu, mikori születésű vagy? Én 79. Ó, hát akkor hát ezek neked is szintén, nem? Hát nagyon. Így van, most itthon nyomom. Otthon dancelsz. Hogy otthon vagy? A kislányom beteg is, és velem vagyok itthon. Jobbulást kívánok neki. Köszönjük. Jó, kicsit olyan enervált vagy, nehéz volt az éjszaka, vagy mi történt? Nem, megmondom őszintén, hogy most egy kicsit teljesen be vagyok izgulva, mert már nagyon sokszor próbálkoztam nálatok, egyébként Vadorzó néven futok SMS-ben. És most így Anna itt teljesen ledöbbentettem, amikor hívott. Meglepődtél a saját SMS-eddel, hogy bekerültél, mi? Meg, igen, nem volt valami humoros. Nem, a hármas ugrása nem kell, a fekete fér igen nemnél kell. Oké, milyenek a kérdések, Jani? Hát izé. Bekeményítettél kicsit? Retro napra való tekintettel mondtad, hogy ha már mindenkinek jó kedve lesz, legalább a hármas ugrást ne vigyék el? Könnyen, nem baj. Tudjátok, mit mondok, hogy a két jó kereső szóval nagyon gyorsan meg lehet találni a megfejtéseket, és hát azért van, kell, hogy igen. Picit nehezebbek legyen. Oké, na figyelj, így szól az első kérdés. Nyom, figyelj, Lajos. Milyen nemzetiségű ellenfele győzött le a búcsú meccsén Erdei Zsolt? Grúz. Így van. A tejbe grúz. Igen. Igen. Oké, okay, megvan a dedikált nyakbaakasztó, illetve nem is pontosabban pasztartó. Ez egy nagyon szép kis dolog. Lehet rajta vagy benne egy csomó mindent tárolni. Például paszt. Például paszt, igen. Mehetünk tovább? Mehetünk, persze. A második már nem annyira könnyű, egy nagyon szép, újra brandingelt Morning Show-s Klassz FM-es egér alá tét. Hiszünk abban, hogy még használnak ilyet, nem? De ha nem, akkor is ki lehet tenni, mert nagyon klasszul néz ki. Így szól a kérdés. Melyik században élt Balassi Bálint? Ez nem egy kapkodj. Kérdés. Nem egy könnyű kérdés. Balassi Bálint. Húha.
Hogy vannak a századok? Hát ugye mindig... A 16. század. Pontosan így van. Az év, tehát az, hogyha rendes évet nézel, ugye akkor ahhoz hozzá kell adni egy... Így van. Tehát ha 1500-as, akkor az 16. Nagyon jó vagy. Így van, 1594-ben hunyt el. Egyébként Esztergom ostrománál kapott egy nagyon csúnya sebet, átlőtték mind a két szomját, aztán jó. Rosszul kezelték. Jó, elég, ja. Reggel. Levágtak a balkarját, kiszúrták a szemét. Imádta ezt. Megskalpolták, és végül nem tudom, mit csinálnak, ilyen kerékbe törték. Sótörzsöltek a sebbe. Atya Isten. Jó, jöhet a harmadik kérdés? Jöhet. Jó, így szól a harmadik kérdés, egy gyönyörű, szép, Klassz FM-es óráért. Melyik földrész legdélebbi pontja a Hornfok? Földrész? Melyik földrész legdélebbi pontja a Hornfok? Igen. Tájföld. Dél-Amerika. Jó, tájfölddel meglepődtem, mondom, akkor másik oldalról közelítesz, úgy is el lehet jutni. Igen. Tájföld, Island, Chile. Igen. Dél-Amerika. De jó voltál, szép, csendesen ügyes, vagy, ügyes. Nyugodtan, nem túl feszített tempóban, sikerült megoldani ezt, úgyhogy küldjük az ajándékcsomagot. Nagyon köszi. Nagyon szívesen, köszi, hogy minket hallgatsz. Sziasztok. Ciao, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Ja Istenem, melyik kezembe harapjak? Vagy melyik ujjamban? Kinek adják? Kitől vegyél? Menjünk egy kicsit gagyiban, jó? 9 óra után. Jó, egy kis újra a dance. Újra a dance, aztán egy kicsit többet zenélünk 9 óra után. 5 perc van a 9, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk még. 9 óra múlt 11 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt. Kívánunk retro nap itt a Morning Show-ban a Klassz FM-en. Tehát ezt fél évente tulajdonképpen elsütjük, de imádjuk mi is. Könnyes szemmel hallgatjuk ezeket a zenéket. Gyerekek, egy jó is 17 nélkül nem múlt el, hogy fiatalság, legalább egyszer nem lassúztál rá a diszkó végén. Bizonyám, hát ezek szép emlékek, ugye? És twitcheltek eközben a rockerek? Mi tabletán botítunk kint. És vártátok. A légerben. És akkor elment mellettünk, valaki megdobáltuk sörös dobolyra. Hát mit csináltuk volna? Vártátok a bőgatyás iszeventi rajongókat, hogy jöjjenek. Igen, tényleg nem, senki ne higgye, hogy azt gondolom, hogy ezek a zenék azért zeneileg nagyon jók, élmény, amit eszünkbe jutatnak, bár zeneileg is volt azért, egy Tupeket azért ki lehet emelni, hogy egy Stereo MC-z felhozatalból, de hát egy jó iszeventén is, gyerekek. Hát az. Ó, Istenem, fiúk, ezt a számot vártam, amikor 14 évesemmel, 5 barátnőmmel együtt órákat próbáltuk a koreográfiát megtanulni, aztán részegen a csetáborban, a diszkóban előadtuk, írja Rita. Ütemre vertem el a gyerek kezét, mert földöntötte a virágtartó. Köszönöm az E17 diszkó, gumicsizma, olcsó vodka és istentelen jó tánc. Tudnék mesélni, írja egy hallgató. 94-ben a szalagavató utáni buliban erre lassúztunk. Atya Isten, micsoda idők voltak. Imádlak titeket, puszi, Csilla. Köszönöm nektek, hogy toljátok ezeket a zenéket, ugyanúgy hányok tőlük most is, mint régen. Én tökéletesen megértelek, én ilyenkor mindig, amikor ezeket hallottam, akkor imádkoztam, hogy Bruce Dickinson a fiúbandáktól ments meg, uram, mint. Így szerintem nagyon nagy gyerekek, sírok rajtatok, nagyon jók vagy a puszi Marian, tombolok a konyhámban, istenek vagytok, még. Az elmúlt pillanatok soha nem térnek vissza, ezért is szomorú vagyok egy kicsit, jók vagytok, írja Tomi. Gyerekek, még nincs vége! Hát nincs vége, DJ Oti olyanokat tartogat még, hogy bepisiltek a gyönyörűséget. Hát ami most jön, ami most jön, nem sokára, egy kicsit kevesebbet fogunk beszélni, legyen még időnk zenélni. De még van egy-kettő, tehát még próbáljuk turbosítani. Alja vagy teteje? Ha csak az alja. Csak most elmegyünk. Majd a végén egy Stereo MC-zel lezárjuk, hogy legyen egy ilyen íve a dolognak, és akkor az ott szépen ér véget némi valódi zenei tartalommal. Tehát ami most jön, az csak az alja. Csak az alja. Hát, még tartozom Janinak egy bailándóval, még lehetne egy jó Sing Hallelujah. Még annyi mindent lehetne. Bizony, annyi mindent lehetne, még lehetne House of Pain. Nagyon sok minden lehetne még. Marad még bőven töltény a tárban. Ha vak töltény is, de töltény. Igen. Na gyerekek, megtaláltuk azt a videót, amikor a scooter ellátogat Sarkadra. És a sarkadi polgármester 1995-ben kitünteti a scootert. Büszke vagyok, hogy ebből a megyéből származom. Ugyan nem Sarkad, de... Azt mondjátok meg nekem, hogy miért? Hát várjál már, így indul a videó, várjál már. 1995, 5. ó 25. Szóljál már a stúdiósnak. Scooter koncert in Sarkad. In Sarkad. Scooter koncert in Sarkad 1995. Hát országos turnéra indult a scooter, csak mondom, hogy ebben az évben magyarországi turné volt, és az első állomása volt a szem Sarkad. Komolyan? Tehát, hogy ezt ünnepelték meg. Sarkad városa hálás volt ezért az első buliért.
Igen? De népeink közti barátság, persze, elmélyítése, a ifjúság értelmi fejlődésének a támogatása, így a sergedése, német nyelv népszerűsítése. Német nyelv népszerűsítése. Aha. Hogy... Na, mutatom a videót. Ugye hát itt kitüntetik őket, tulajdonképpen ők se értik, hogy miért látszik, hogy nem értik ők se. Igen. Itt köszöntik őket, oké. Libegeztek? Csapaváros vezetése és a rendezők nevében magyarországi turnéjuk első állomásán nagy örömmel üdvözöljük. Imádom. A Scootert. Mindez egy művelődési házban, egy német zászló előtt, három darab ásványvíz és két pohárban ropi. Uáj, mekkora retro. Önmagában mekkora retro ez a videó. Nagyon-nagyon jó. Itt még beszélnek egy kicsit. Figyelj, még... Az önök érkezését megelőzte hírük, világhírük. Szenzáció. Várjál. Na, kicsit lapoznom kell, aztán 4-25-re, mert ott kapnak meg egy ajándékot, ami szenzációs. Figyelj, itt megkapják az ajándékot. Ezért esetleg meg is szokatta. És jobban ilyenkor a polgármester rövidre fogja. Ez is veszem, de ezért emelem poharam a barátságra, a érkezésükre. És ül a három csávó, és így látszik rajtuk, hogy ők ezt nagyon... Az ajándékot keresem. Az keresem, a 425-nél van már. A kandi kamerát. 6.30-től van, Mária, itt akkor emelik a parkot. Emelem pohara magyarországi koncertjeik sikerére. Figyelj, ajándék. Oké, kis kocintás, és jön az ajándék. Figyelj. Megköszönjük. Várjuk, jövjél. Já, itt várj, beavsz. Figyelj. Oké. Jön az ajándék. Ezt kapták. 6.30-től? Igen, isznak. Engedjék meg, hogy egy-egy szőnyeget adjunk ajándékba. Imádom. Egy-egy szőnyeg, figyelj. Milyen szőnyeg? De ez nem egy közönséges szőnyeg. Ez egy barátság szőnyeg. Figyelj a dumát. Óriási. Ezen lehet repülni a sláger listák csúcsára. Hát erre nem számítottak. Hát valamire nem. Akkor erre. Imádnivaló az egész videó. A ruhákkal, az öltönyökkel, a művelődési háza, a zászlóval, a polgármesterrel. Hát csod, akkora retro, hogy nem hiszed el, hogy mekkora retro. Állnak, mosolyognak, nem értik. És elveszik az három darab szőnyeg. Vagy kiszélyett jó fejség azért. Óriási, a polgármester, persze. Az egykori polgármestertől, hogy ezt így kitalálta. Marika fia, itt van egy 1000-es, szaladjál már ropiért, meg ásványvíz. Nagyon nagy. Igen, megy ugye a nevetés. Közben az egyik elnyom egy ilyen ásítást, tudod, hogy ráharap a kezére. Nem értik. De hát ezt szenzációs. Zseniális. Miért tüntették ki őket? Vagy mi? Ők ekkora szám voltak? Vagy, hát, szerintem igen. Nem csak a város életében, hát akkor ők irgalmatlan nagy sztárok voltak, és szerintem amúgy nem csak így a keleti érában, gyakorlatilag mindjárt az egész Európában. Azért kaptak kitüntetést, mert a zenekar vezetőjének az édesanyja lehet, hogy onnan származott, vagy olyan gyökerei voltak, írja egy hallgató, nem tudom, hogy ez mennyire komoly, de hogy állítólag ezért kapták a kitüntetést, igen. Igen. Ha ismertem az apát! Az öreg Baxtert! Halló! Az öreg Baxtert! Herr H.P. Baxter und zwei Kamerad!
Igen. Azt írja, hogy egy hatalmas mafiózó üzemeltette akkor azt a diszkot, és azért nem tud azt kutatni. A gyerekek egy ilyen csapatot akkor megvenni sarkadra, hát azért az baromi nagy szó volt. Szóval nem voltak olcsók ők, hát akkor ők voltak a legnagyobb sztárok. De hát sokkal nagy volt a turné, sok koncert, mindjárt olcsóbb. Ennyi. Igen, igen. Na mindegy, jól van, hát ez volt a kis átadás. Sarkad örökös polgármester csájtok imádta őket, és ezért volt ez a kis retro díjátadó. Igen, és az a három szőjék valószínűleg azóta ott van kicsomagolva abban a dobozos tranzitban, amivel érkezte. Honnan tudod? Tehát ne gyújjatok hozzá ez a scooter. Igen, a varázsszőjék, tudjátok. Vele. Igen, valaki volt itt az eseményen, ott volt az eseményen, próbáljuk fölhívni, hát el tudja mondani. Na, Szújó küldte nekünk egyébként ezt a kis videót. Köszi. Na mi legyen, elmerüljünk még a retróban kicsit? Menjünk bele! Úgyis mindenki ezen a napon kivételesen az a helyzet áll fönt, hogy az emberek vagy a hallgatóink nem minket, hanem a zenéket akarják hallgatni, hogy maradjatok már csődben, adjatok már valami retrót. Elnézést kérek a következőért, de le kell adni. Nem az én zeneízlésemet mutatja. Vissza. Nem ettegetőz, mert ez gyanús. Sose konferálhatja így fel a saját zenét, abba hinni kell, igen. Nem? Ez a tiéd, ez a te muzsikád, ez a te reggeled, ott így van. A malac is a dagonyában érzi magát legjobb. Hát akkor egy újabb gyöngyce van retro, reggelen 9:30 lesz, pontosan 10 perc múlva. A lemezjátszók mögött még mindig DJ Oti! Hey! Gyerekek, egy Twilight Limited, hát muszáj. Na? Á, nagyon jó. Kezdtek angulatba jönni? Jani, lassan táncolsz, mert hát van félhető. Sose hallgatsz többet rockzenét. De mielőtt tovább lennék, valaki álljon el azzal a piros feltúrigott ladával a bejárat előre, nem tudok beállni a Cipruszos látó. Így van, a színpadon 4:00 a Brooklyn Bounce. Igen. Aj, de jó volt. Mark Wahlberg munkásságát ki ne felejtsük. Énekesként volt már, hát ugye volt. Az egész tracklistát föltesszük majd a Facebookra, meg a morningshow.hu-ra meg tudjátok hallgatni. Bakker, szétharaptam a kormányt, ír egyik. Kazettás magnót a Balaton-almári aluljáróba vittük le a No Limit-en, mert ott jobban vízhangzott. Rendőrök kergettek el, írja nekünk egy hallgató. Na ez az, ezt vártam. Ezért tiltottak ki az Újvár klubból. Heves volt a tánc. Gyerekek, Újvár klub. Schönherz kollégium aljában minden péntek egy szombat este sorok az utcán állnak, föl a lépcső, jobbra a kassa, bementél. Már ott voltál a paradicsomban. Sokat jártam oda, beleszembe az Ezres klub. És ha szerencséd volt, nem is kellett hazamenned, mert ott aludhattál valamit. Csodálatos, az Újváron csodálatos. Csodálatos bulik voltak. Az egyes buszon hazafelé ülök, Veszprém, és mindenki engem néz, mit röhögít magammal, fülemet iszoltok. Óriási ide, Évi. Szolnok, aranylakat, diszkó. Aranylakat? 97-ben Edinával, szép emlék, köszönöm. Nem akarunk többet tudni. Peti írta nekünk. A metró, hallgatlak benneteket, látom a mosolygó arcokat, ki az, aki titeket hallgat szintén. Van, akinek megy a feje ütemesen, írta egy hallgató. Köszönjük szépen. Jó, kérdezik a tracklistát, sokan föltesszük Facebookra, meg tudjátok nézni, és akkor le tudjátok magatoknak szedegetni ezeket a számon. Lesz még egy igényes, jó? Egy. Majd Csabinál. Hogy azért érezzük azt is, hogy lesz még egy, de most az utolsórát megtoljuk, tényleg csak szinte zenélünk, ezt így terveztük. Akarod a kis bajlandódat, vagy menjem? Gyerekek, a Jani bajlandót kért, azért ez is történelem. A vértivó rocker. Én szerintem az 20 éve nem ment le sehol. Hát ilyen Too Unlimited szerintem kereskedelmi rádióban 15 éve nem ment. Volt, biztos. Nem ment. És megdöbbennétek egyébként, hogyha felmentek az interneten és beütétek azt, hogy Too Unlimited, kiderül, hogy nekik van diszkográfiájuk. Tehát nem csak ez egy számban. Hogyne? Azért csak jelzem, hogy mi volt a legnagyobb sláger. Ugye a No Limited meghallgathattuk most. Azért a biztonság kedvéért kijöttek 2003-ban egy No Limit 2.3-mal. Tényleg? Utána pedig egy Tribal Dance 2.4-jel. Tényleg meg lehetne nézni egy ilyen Total Dance fellépő álló csapatot, hogy kik voltak akkor a fellépők. Emlékszem, mert a Brooklyn, az DJ Bobo, Scooter, ezek ugye jöttek, de nyilván van egy-kettő, aki eszünkbe se jut, és akkor nagyon ment. Na, Jani, ez csak neked, jó? Csak neked itt a retro külön kiadásban, csak azért, mert te kérted, szerintem ez ultra trash, de tetszik, tetszik, hogy igen, te ezt vártad már reggel 6 óra óta, ezt neked beszerkeztettem, jó? Hát ez kiösszetettem. Na, adjál hangerőt a fülesre. Mindenki nevében, aki szerezti ezt, természetesen itt konkrétan az előadóra gondolt, és magamra. Óriási zene volt ez is, ennek van egy magyar feldolgozása is, Újvárban, Ezresben, még a Bahnhofban ugye ezek a zenék is szóltak. Hát egy diszkó klasszikus, szintén a 90-es évek közepéről. 9:50 volt pontosan, 6 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Na megkaptad, jó? Megkaptad. Hogy szerette. Bailando. Ez mindennek az alja. Amigos, adios. Adios el silencio, loco. Mindennek az alja, de ezek jó. Figyeljetek, ez azért, érted?
Tehát csak mondom, hogy listavezető volt például a belga ultragáz, ja nem, ultra hot 50-en. Ultra hot 50-en, a belga ultra hot 50-en listavezető volt? Rengeteg írják, hogy imádták. Persze, szeretik, hát ez mindenek az alja. Igen, itt ülök az üzletben, az ajtó nyitva és tombolok. A járókelők megnéznek, hogy mi bajom van. Gyűlik a tömeg. Laura írta. Itt ropom az irodában. Írja nekünk egy másik hallgató. Folyamatosan kikapcsolom a szárítót, hogy halljam a zenéket. Puszi egy kutya kozmetikából. Kutyák. Igen, itt vagyok a cégnél, várom, hogy lerakjanak, de még nem álltak neki. Én meg az udvar közepén állok és bömböltetem a zenét. Amíg ilyen jó számokat játszottok, nem is akarok dolgozni. Hát igen, muszáj volt, Bajlandó. Jani kérdés. Hát egy Europop, egy Eurodance gyöngyszemről van egyébként. Szóval én mindig gondolkodtam ezen, abban az időszakban aztán főleg, hogy mennyire egyszerű slágert írni. Tehát, hogy érted? Már mikor kész van, tudod, igen. Az a baj ezzel, hogy nem. Így már én is azt mondom, hogy ez nagyon egyszerű. Megvan egy ritmus. Megvan egy ritmus, és utána pedig elkezdték tekergetni a gombokat. Kicsit mélyebb, kicsit lassabb, kicsit gyorsabb, és ezt nem szét belőle valami. És mondom, hogy mik maradtak ilyen, egyszer nem fértek be, volt egy Labus, volt egy Real McCoy, ugye a C-Block volt, Technotronic, szintén New Kids on the Block, tehát még ilyenek vannak, vagy Flip the Script is be volt készítve, hát a Mr. President Coco Jumbo-t nem mertem, biztos, hogy sokan szerették volna, House of Pain, rengeteg. Labust, rengeteget lehetett volna még. Na jó van, kettő darab zenére van még időm. Hát egy nagy klasszikus, hogy így az árás vége felé, és aztán pedig jövünk a nap legjobb pillanataival, és akkor utána még megpróbáljuk csak úgy egyfajta zenei igényességgel így kiszolgálni azt a réteget, aki most egy kicsit a Bajlandó után visít. Hát ez most még nem az lesz. Ez egy klasszikus, nagy közhely. De ígérd meg, hogy a következő körben is lesz majd egy olyan szám, amit én szeretnék. Legyen a magyar retro lesz? Nem. It's a rainy day. Will I be famous? Egy jó brossz. Beleve rakhattam volna. Figyelj, még Falco is volt bekészítve. Tehát, hogy minden volt. Az meg amúgy meg tényleg jó. Persze, tehát, hogy... hát nehéz válogatni. Jó. Ez viszont, ugye, amikor elmondtuk, hogy retro nap van, akkor tulajdonképpen minden második SMS erről szólt, hogy ezt mindenki meg akarja hallgatni, úgyhogy ellenálltunk, vagy hát nem tudtunk ellenállni ennek. A dalnak, ami most jön. Jó, a dal után pedig jövünk mi is vissza a nap legjobb pillanataiban. Mekkora zene! Mekkora zene! Mekkora zene, gyerekek! Atyaisten! Libabőrös lettem. Öt egymás mögött álló kocsiban verik a kormányt és rázzák a fejüket az emberek. A piros lámpánál jött egy SMS, és rengeteg hozzászólás. Hát ez nem is saját magunk értetése miatt, csak egyszerűen az, hogy tényleg mindenkiből milyen élményt vált ez ki. Jó. Van még egy utolsó, de az már csak még lehet, hogy azt lecseréljük. Nem már. Valami nagyon vidámmal kéne abbajni. De mindegy. Leadjuk a best of-ot, és akkor te még azzal kitaláljuk, hogy mi legyen az utolsó búcsú, aminek már volt reggel egy változata? Nem, egy másikra. 8 perc van pontosan 10 óra, hát közvélemény kutatást tartottunk, vajuttunk. Szépen fejezzük be ezt a napot még egy utolsó rövid zenével. Vagy még szebbe. És ez a zene legyen. Vagy még szebbe. Mekkora zene, Stereo MC Connected, kihagyhatatlan, picit mélyebb, picit intelligensebb zene. És van egy óriás stressz, ami viszont nagyon nagy élmény, és mindenki mosolyog rá. Megszavaztuk, hogy inkább a mosolygós legyen. Felé. Én nem. Én is nagyon szeretem a Connected-et. Óriási. És a Csabi volt az áruló. De ha már elmentünk ilyen szép zenékbe, mint egy Sing Hallelujah, meg Bajlandó. Le kell menni kutyába. Már a Hobó is megmondta annak idején. Le kell menni kutyába, kedves Morning Show hallgatók, kedves Klassz FM hallgatók, zárjuk a napot ezzel. Stereo Connected majd legközelebb. Jó? Stereo Connected soha nem lesz, gyerekek, a minőség soha nem lesz. Na jó, leadtam volna szívesen, de hát ez kommerszebb. Ez. Istenem, de jó volt újra hallani Judith Hildebrand hangját. Igen. Judith Hildebrand. Ja, gyerekek. Na jó van, fönt van a tracklista, vagy fönt lesz a Facebookon és a morningshow.hu-n, ott meg tudjátok nézni, milyen dalok szóltak. Ma reggel 6 óra óta egyébként volt Scooter, Visszaventén, csomó minden, és akkor ezeket összetudjátok magatok. Lehetne külön 90-es évek, külön 80-as évek. Ne, Sabrina volt. Lehetett volna külön hip-hop még, hát itt még annyi. Persze itt van. Minden volt itt még. Óriási, persze. Pont itt állt. Csak hát nem fért bele. Na jó van, hívjuk a naphallgatóját már is. Láttam egy bringást itt a népművek sarkában, fülében fűző fejhallgató, és tátott szájjal röhögve, vigyorogva tekert. Igen, jó zenék ezek, ítézőjelesen, de persze szeretni valóan. Morning Show! Az bizony, jó reggelt, hello! Hello! Hello, sziasztok! Szia!
Hello. Na, írtál nekünk, hogy a rendőrök igazoltatnak, te meg bent táncolsz a kocsiban, azt hitték, hogy itt áll? Igazoltattak, igen. Tényleg? Mi történt? Igen. Hát igazoltatás volt, én meg csápoltam vezetés közben. Azután megnézték a papírokat, még nyomtam, még mindig. Azt mondta, hogy maga ivott. Mondom, dehogy, nem ittam. Újnáltondát, mondom, természetesen. Úgyhogy 0% volt. Csak azt hittem, hogy biztos piáztam. Milyen fura ugye ez a világ, az emberek jókedve van, és a rendőr már egyből megállítja, hogy ott elszőt, tényleg. Hát a régi szép idők feljöttek, ugyebár, úgyhogy... Igen. Jól van, te lettél a naphallgatója, és egy nagyon klassz kis ajándékcsomagot adnánk neked, jó? Nagyon szépen köszönöm. Janjo, így írtad alá, Janjo. Janjo, jó. Helyileg hol volt az igazoltatás, hogy hol hallgatsz minket? Ez erre Bátafék, Bonyhád felé. Aha, jól van, küldjük neked, oké? Oké, oké. Köszi. Sziasztok. Ciao. Szia. Hello. Megsüketültem, vagy sipolok? Hát itt a sok jó zene, tudod, azért a hallójáratokban. Csabikám. Megártott ez a zene a fülednek? De szeretted, imádtam minden egyes pillanatát. Remek zenei lesznek, Csabi? Ezek után megmered ezt kérdezni. Az van, ez egy komoly történet, hogy amikor sarkadról eljött a szkúter, akkor azt a kis transportát, amivel mentek, eladták egyből, és benne hagyták a szőnyegeket. Tényleg? És aztán ez kikerült Kubába, és ott megvette egy fiatalember, aki aztán Amerikába költözött, és belőle lett a Pitbull. És használja mai napig a szőnyeget, mert oda repíti ugye sláger. A sarkadi polgármester sehol nincsen hozzád képest, de gyönyörű. Én meg itt tátott szájjal nézek, hogy elment Kubába a szőnyeg. Nem hiszitek el. Csodálkoztam, hogy beletaláltam a transporterre. Igen. De most nem hiszitek el. Szóval egy jó pitbull. Hát majd meghalljátok. Meghallgatjuk. Jól van. A Timből. Oké, magyar zenék is lesznek a következő retrónap, amikor magyar zenei retrónapot tartunk. Szerintem egy pici szünet, valamikor májusban. Csabi jön a kívánság műsorra. Köszönjük neked, DJ Retro! 555-0000, gyerekek, ha már nem lesz más megélhetés, kiadom. Műsorrendelés 0630. Lehet írni, jövök szívesen. Csabi jön a kívánság műsorra, jövünk holnap. Neked jó Szabi itt, mert hogy te nem vagy. Igen, holnap után hétfőn kedden. Így van, szerdán jövök, nem hozok most én se itt. Jó, oké. Tudod, álságos ajándéknál jobb az őszintén semmi. Szép helyre mész, jó lesz? Jó. Aha. Bár ezzel a mai témával a repülőgépek kicsit el... Nem lesz semmi. De ha most leesett, ez már nem fog. Persze. Csabi, jön a kívánság műsor, ami meg ketten holnap. Szevasztok! Ciao.